Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Végre van egy hazai közösségi applikáció, egy gasztro applikáció, gyerekek. Az a helyzet, hogy volt ez a taxis történet, hogy ugye ne taxival járjál, hanem magánszemélyekkel, arra csináltak egy alkalmazást, és ez meg kicsit átfordította egy magyar csapat, és azt mondta, hogy ha te otthon a kisgyerekednek főzöl valamit, mit szeret a kicsi? A kicsi? A sütőtökrémet csirkehússal. Nagyon jó. Okay. Olyat nem főznék senki. Mindent megeszik egyébként. Az insert. Az Instagramon meg is lehet nézni egyébként, hogy milyen szépen fejlődik. Így van. Az fönt van egy friss kép az Instagramon erről. Így van. Ma megjelent az egyik bulvárlapban egy kép a piciről, nem sok látszik belőle, de megjelent, és ezért az Instagram közösségünk is kapott egy képet, mert ott nagyon hiányoltátok, nagyon hiányoltátok, hogy nincs kép Noelről, úgyhogy menjetek az Instára, keressetek bennünket, tettem föl oda is egy képet, hogy bepótoljuk a hiányosságot. A titok a sütőtök. Ha már egy bulvárlap kapott, akkor kapjanak a mi drága instás közönségeink is, vagy közönségünk is, úgyhogy instások irány ott van a kép. Na, szóval... az a lényege, hogy te megcsinod a sütőtök pürét meg a csirkehúsit, és rájöttél, hogy sokat csináltál belőle. Ekkor te földobod erre az alkalmazásra, hogy gyerekek, 4 adag sütőtök püré és csirke mell gyönyörűen lesütve várja az új gazdáját. Én, aki regisztráltam erre a sztorira, azt mondom, hogy a kutya fája, de ennék egy sütőtök pürét. Már koppintok is, te azt mondod, hogy akkor mondod a címet, menjek át hozzád, kártyán keresztül megy a fizetés, tehát nem viszek készpénzt neked, az enyémről levonják, a tiédre jóváírják, én beülök hozzátok a nappaliba, vagy az étkezőben, és megesszük a sütőtök pürét, meg a csirkehús. Nem mondod komolyan, hogy van megosztás, ilyen. Jézus étel már. Megosztás, így hívják gyakorlatban, ha te, hogy jól főzöl, vagy rosszul főzöl, az tök mindegy, ha úgy érzed, hogy van fölösleged, és ezzel szeretnél meghívni másokat, akkor ezt mától megteheted. De jó. Vagy nem mától, de most már működik a történet. Ez tetszik, csak mondjuk az, hogy bent a nappalidba. Nem lehetne, itt tudom én kirakni egy kempingasztalt 2 székkel a ház elé, és akkor ott inkább. Hát ez az egyik érdekes. De hogy néz ez ki? Benne. Csinál Marika néni egy madártejet. Most nézzük meg, hogy néz ki. Marika néni használja ezt az applikációt. Marika néni föltölti, hogy van 8 wilding madártej. Gyertek, egyetek meg. Becsöngetek Marika nénihez, és azt mondom, igen, hogy csokolom, jöttem a madártejét. Nekem levonnak a kártyámról, Marika nénének jóvá írják, kimeri egy 4 darab befőttes üvegbe nekem, vagy ott helyben megeszem, csókolommal elköszönök és elmegyek. Választhatsz, vihetsz is el szerintem, ad befőttes üveget Marika néni, azt ki kell fizetni, mert marha drága a befőttes üveg, de le is ülhetsz Marika néni asztalához, és ugye itt jön rögtön az első kérdés, hogy beengedsz-e gyakorlatilag vadidegen embereket a lakásodba. Mert nem ismered. Ebben nagyon sok kérdés van szerintem. Tehát én nem akarok itt nagyon-nagyon tényleg sznoboskodni, meg nem tudom, de ez a bárki után bármit, bárhol, bárhogy megeszem, ez szerintem nagyon meleg. Értem, ez egy startup cég, nyilván jól csinálják, terjeszkednek, gondolom én. Tehát ez valószínűleg egy jól menő dolog lesz majd, meg hál' Isten magyar, meg támogatjuk őket. De azért hogy van ez, hogy fölcsöngetek a 6-ra, és a valakinek a valamiét csak úgy én elviszem, és odaadom a gyereknek, nem látom, hogy készült, hogy milyen körömmel csinálta, hogy mi van a sütőjében, hogy van elmosogatva a dolog, hogy nyúlt hozzá, belenyúlt az órába, amikor túrta a tésztát, mit tudom én, hát ugye akár ez étteremben is megtörtént nyilván, tehát ez bárhol megtörtént. De mégis azért Marika néni vaníliasodóját, aranyom, 8 adag vaníliasodó maradt az unokám, már nem kérte, de csináltam 300 forinti adagonként a Mastercard Ábomra dobjál már át egy kis pénzt, azt vidd már el ezt a vaníliasodót. És ugye egy dolgot felejt el közölni Marika néni, hogy 2 hete csinálta a vaníliasodót, és az unoka már nem akar többet enni. Fogadjunk, hogy fönt vagy, és te már nyomod a izét. Nem vagyok fönt, de gondolkozom rajta. Jó, de valóban ez az első. Nálad szívesen te csinálsz egy báránypofát, nem tudom, jázmin rizssel, rukkola salátával, akkor azért arra, hogy beindulok és megveszem. De kadlottéknál a negyediken van egy tojásos lecsó. Nem, most kényszeret kenyére.
hogy kacsik, biztos, mi van akkor, ha megjön az illető, megveszi, leül, megeszi, és nem akar elmenni. Igen. És ott ül, és ül egy validegen ember a kórhában, és azt mondom, íz lett az ebéd, kedves, igen, akkor 400 forint, ez kifizeti. És akkor elkezd nézelődni, azt mondja, itthon van, rákérdez, kicsit benéz még a hűtőbe. Megmondom, hogy uram, megette, legyen szíves, távozz. Feltérképezi, elnézést, elmentek kezet mosni, elmegy budira 10 percig, nem van a WC-be, kicsit rákapogsz, és nem tudod kirakni a lakásodból, és közben már sorok állnak, akik jönnének hozzád megenni a madárt. Vagy megeszed az ízét, az eperkrémleves, és aztán mondja, amikor már elfogyasztottad az utolsó cseppet is, hogy ugye milyen finom, pedig a múlt héten csináltam, hogy kétszer felforraltam azóta, úgyhogy baja nem lehet. Semmi gond nincs. Most hogy adóznak? Mert a NAP szerintem már ugye már bejelentkezett 4 vaníliasodorra, 3 madárt erre, hogy próbaevést rendeljen el, de ott hogy adózol? Bizonyos mennyiségig nem adózol? Hát most állítólag az van, még ugye nem tiszta a környezet, amiben működik a dolog, hogy állítólag 14 adag ételig. 14 adag. Na, 14. Naponta 14? Óránként 14? Egy héten 14? Ha? Mert hogyha azt mondod, hogy napi 14-et kiosztasz, és csak ad mondjuk egy főételél 1000 forintot elkérsz. Uh-huh. 1000 forint, az napi 14 ezer forint, ha minden csak hétköznap megcsinálod, az 300 ezer forint egy hónapban. És mennyi egy adag? Hát attól függ. Azt tette. Hát romlott, nem romlott. Oda lakod egy rohadt nagy tálba izével 5 darab kanállal, akkor most 5 adag? Hát az szabad áras. Vagy egy adag. Igen. Mi számít adagnak? Mennyi pénz? Mi ha én mondjuk elmegyek föl a negyedikre, ott ül mondjuk Ica néni, és megeszem az ő tojásos lecsóját, és a szalmonellás a tojás. Akkor mi van? Uh-huh. Akkor én visszamegyek Ica néni egy hét múlva, és brutálisat birkózunk a lépcsőházba, hát hogy bekerültem a kórházba. Nem mész, akkor mi fekszel? Két hét múlva fölkebálkozom, hogy a megnyúlok, felmegyek, és számunk, akkor kinek kiterhel a felelősség? Ja. Hol jelented? Én szerintem ez nagyon meleg, jogos. Ez a valakinek a valamiért ed csak úgy meg, aki ezt csinálja, a gyereket le a kalappal. Szóval, hogy ráadásként van egy felmérés, hogy a magyarországi ételmérgezések 65%-a, tehát a nagyobb része az a háztartásokban történik. Pont emiatt. Igen. Pont emiatt, mert ugye nem ismered a technológiát, nem tudod, hogy kint lehet-e még tartani a tojásos nokedlit, még egy órán keresztül ott maradhat-e a sütőben, vagy eltelted. Te azt fogod megvenni. Meleg. Azt fogod megvenni. Hát nem ellen, tehát azért ennél szerintem az embernek kicsit muszáj úgy igényesebbnek lennie, hogy ez a bárkitől bármit, ez szerintem nagyon meleg. Nyilván most ennek a rossz oldalát nézzük is, hogy nem akarjuk magát az applikáció gyártókat bántani, meg tök jó, hogy ezt csinálják, meg biztos ez egy jó kezdeményezés, csak racionálisan elgondolkodik az ember egy-két olyan kérdésen, ami ugye ilyenkor felmerül. Mi van, ha én nem engedem be, mert rossz külsei, akkor kijöntöm a belevélbedobón az eperkrémlevest? Igen, hát megmondom a szájat. Mennyit kér, hölgyem? Két nem, 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 és nem. Úgy kell elképzelni, hogy lesz egy ilyen kis ajtó, mint ahol a mintákat igen? adják le, meg az eredményt adják ki, mondjuk az STK-ban, amikor a vízeletet adod le. És akkor lesz egy ilyen kis ajtó, egy lecsukható, és akkor kirakod. Vagy mint amikor a raboknak adják be a kaját. Szerintem kb. Ilyen lesz. Jó, igen, tételezzük fel, hogy hozzám bejelentkezik. Én csináltam egy tepsi mágia rakást. Én igen. el akarom adni. És bejelentkezik hozzám valaki, hogy ő elvinne tőlem 2 adagot 1000 forintért. Rendben van. Csöngetnek, kinézek a kis kukucskálom, és azt látom, hogy 2 darab 4 ajtó szekrény kis tálkával. Hát szeretnék a mágia rakásért. És az egyiknek van a kezében egy feszítővas, tudod? Jöttek a mágia rakásért. Akkor kiadom neki majd, vagy lerakom az ajtó elé, vagy beengedem, és azt mondom, végignézem, hogy megeszik a konyhában? Hát az a jobbik eset, ha elviszik, de ha azt mondja, hogy ez az applikáció azt nyújtja, hogy oda neked vendégül kell látnod, akkor nem mondhatod már azt, hogy ne jöjjön be. Jaj, elfogyott, mégis megette a gyerek. Igen. Haló, jöttünk a mágia rakásért. Nem, már elfogyott, nézd ki, vagy abban az a reggelus kárba. Ez nem olyan arany, ez tényleg csak a neve arany. Aranyat égszert átveszünk. Nálunk csak aranygaluska van. Nem, ezt nem úgy gondoltam. Tehát akkor elhitettem, hogy nem vagyok otthon? Vagy leengedem neki a negyedikről egy ilyen kis befőtes üvegbe az eperkrémleveset, hogy föl akar jönni, és nálam akarja megenni az eperkrémleveset. Bárkit az ember nem enged be a lakásába. De mi tömeges betörések lesznek, úgy jöttem az eperkrémlevesért, és beengedi őket Marika néni, aki nyomja ezt az applikációt. Hát azért ez nagyon fura. De volt már ilyen korábban ezek a lakáséttermek? Az más a sztori. Hát illetve nem más. Nem, ugyanaz. Hát ugyanúgy oda mennek, hát ugyanúgy hajálnak meg. Persze, de ott sem tudod, hogy milyen körülmények között, milyen edényekbe, hogy főzi az ételt. Aha. Szépen persze, megterítenek, kiviszik, stb. Volt jó, már csak ilyen. Ott azért többen vagytok, van egy vacsora, olyan vendégeket hívsz meg, nem? Igen, ez meg egy kicsit kifőzde feeling. Igen. Egy igen. kicsit. Szóval azért ez, hát így elsőre elég furának tűnik. Ez magyarok csinálják? Igen, magyar talán, és ha jól tudom, akkor pont a ízéből indult ki a taxis
applikációból, vagy az ellentaxis applikációból, amiből szintén kiabálás van, és gyakorlatilag majdnem ugyanezek a szempontok miatt. Szóval, hogy tök érdekes, hogy az adózási szempont van, akkor ott ugye, hát gondolom, ugyanúgy értékelik a kaját, tehát én elmegyek hozzád, de ugyanúgy értékelem, kitöltöm, igen. Csak ha mondjuk nekem ízlett a mákja rakás, én beraklak téged ötösre, de másnap fosok egy hétet. Akkor visszavon oda. És én elmegyek, mert látom, hogy valaki öt csillagot adott, de nem tudom, hogy utána a budin ült. Hát szerintem ez életveszély. Ez életveszély valakinek valamiért, csak így, így váratlanul megenni. És akkor mondjuk, hogy elnézést, ha már ötön... Kategás, nem csak pöndörödik a szín. És ha már öten fekszetek a kórházban, ugyanattól a ízétől, sok a mágia rakástól, akkor majd oda fognak menni ahhoz, aki gyártotta, bekopogni? Vagy hol? Tehát, hogy... Hát az lesz. Hogy kinek a felelőssége? Igen, hogy hát mindenképpen a gyártó vagy a vendéglátó, tehát annak a felelőssége, aki azt a kaját adja, hogy számon kérhető, az már egy másik dolog. Szerintem bizonyos mennyiség alatt nem nagyon számon kérhető. Oké, és mit de... fogsz mondani? Bocsánat, ez itt egy magánlakás, ne haragudjon már. Hogy mi innen kaját elvitte. Ki vitt volna el? Ez az én konyhám. Hát jó, az lehet, hogy kártyár adatok alapján ott van, bizonyítják, tehát hogy az abban a formában megérkezett. Az nagyon jó, és azt fogjuk majd látni, hogy emberek esznek lépcsőházakban, tudod. Tehát, hogy nem érted, hirtelen majd egy-két év múlva, amikor ez az applikáció elszabadul, akkor miért eszik ennyi ember lépcsőházban? Azért, mert mentek innen onnan vásárolni. Én nem tudom. Picit hát, furának tűnik ez így első. Igen, ez az ételmérgezés cucc, szerintem ez meredek. Hát el kell várni, hogy minden hőkezelve legyen. Tehát gyakorlatilag bármit veszel, azt flambírozva kell kérni. De tényleg megvan az a rész, amikor ott ül megeszi, és nem akar elmenni? Uh-huh. Tehát, hogy ott ült a ketten egy vadidegen emberre, tudod, a konyhában. És belakja a helyet. Jaj, de jó lesz! Csak lenőlnék ide a kanapéra egy órára. El is laknék itt magára. Egy jó presszót úgy meginnék, és ott akkor, hogy már megvetted, kifizetted, utalt a kártya, megjött 400 forint mágyarakás, kicsit földobja a lábát, kér egy pohár vizet, és úgy azt érzed, mondjuk ott vagy te háziasszonyként, bejött hozzád egy pasi jelenő, hogy nem akar elmenni, kicsit elkezd tirölni, kicsit körbenéz a lakásba. Egy perc múlva úszik a csillaci, megnézheted? Nálunk kikapcsolták a jobb részét száblatartozás miatt, igen. Szóval, hogy a fenébe teszed ki? Hát nem tudom, fogalmam nincs. Itt a beengedésről ír valaki, hogy mindenki értékel mindenkit, tehát te, amikor fogadsz vendéget, akkor meg tudod nézni a vendég értékelését. Igen, is, persze, hogy ő milyen? Nem kakil be. Ja, hogy a vendég is van értékelve. Az jó, így tehát van. Jön hozzám Lajos bácsi, és normálisan eszik, normálisan használja a budit, kis tálkát. Inkontinencia van, de gyorsan végez, nem marad tejfölös a szája, jól fizet, hamar elmegy. Elolvasom a jellemzést, és akkor beengedem. Aha, tehát van a jó vendéglátó és a jó vendég jellemzés. Nagyon jó. Nagyon érdekes. Hát ez nem az én világom, de szerintem ez működik. Vagy ez működhet ez az applikáció. Meg maga ez a startup. Tehát ez jónak tűnik ebben a formában. Na, ha már arról beszéltünk, hogy... De azért megvan, amikor a Lajos bácsit például minősül. Lajos bácsit nagyon udorja, nagyon kedves, nagyon dicséri fogad. Azt mondja, hát ott te még írj, jó. Te hát rohadja meg, ha a feleségem ilyen gulyást tudna. Még ma is vele vagyok. Azért az megvagyik az egészet. Megvagy a Viki, mondjuk vendégül lát tényleg egy ilyen Lajos bácsit, jövök haza a gyerekkel az óvodából, hónom alatt egy görög dinnye, tudod, sétálom be a lakát, és azt látom, hogy egy ilyen tenyeres talpas Lajos bácsi, ilyen pokrács gulyás még nyelte, adjon már még egy szelet kenyeret, de jó segge van, de alát pakolnék. 30 éve vagyok sarus a mágnál, de ilyet még az üzenik, hogy egyszer lelettel abba még egy sárc, a sárc nyitadja le a gyereknek. Úgy sem tudja meg rá. Ki vagy te vagy az Balázs? Jó, szeretem a műsorát, ki az kis tökébe, kezd valamit, kis herceg, tudod? És azt látod, hogy valaki zabál a konyhában. Jó, én kifizettem rá, küldök még 400-ot, eszem még egy adagot. Jó, még egy hosszú kávét azért legyen, itt van a slapos, egy kicsit dúsítom. És így állnék a konyhában, tudod, és mondaná Viki, hogy jó, hát jumberezünk, hát csináljuk. Csináljuk mi, sok lett a mágia rakás, 4 szeletet el kellett adni. Hát azért... Te formás vagy, te Niki vagy, mi van? Na mondjuk ott már verekednék, aztán Beniképp fog meg a görög dinnyét, apá, és egy tigris bukpencer így az asztalon mennék át, hogy így kirakjam az ember. Igen, hát érdekes kérdéseket vetesz föl. Plusz a vállalkozók, akik még ebből élnek, megint ugyanúgy háboroghatnak, mint a taxisok, hogy te, hogyha egy éttermet nyitsz, vagy egy kifőzdét, akkor te ott az összes engedéllyel cseszekedsz, befizetsz mindent, az embereid itt elfizeted. Jön az ellenőrzés, nyilván más, az én eladok 2 tál borsófőzeléket, az nem ugyanaz, mint amikor egy 60 asztalos étteremben főzök, nem? Biztos vagyok benne, hogy erre rá fognak menni. Néhányan így is. Mint ahogy a taxisok közül, azok, akik eddig fekete fuvaroztak, azok beszálltak az Uberbe. Egy csomóan.
Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan lakásétterem, aki erre rá fog menni, és lesz 15 asztala. Nem. És valaki azt ír, a töltött paprikát ne egyetek egykezű ember. Hát nem. Jogos felvetés. Hogy a fenn? Hogy csinálta? Ízlik az étrend? Vajon mivel segített? Biztos vannak hallgatóink, ha már erre kanyarintottuk a témát, akiknek van olyan rokon, családtag, barát, aki megérkezik abba a bizonyos vendégségbe, nem akar elmenni, nem akar hazamenni. És amíg nem van olyan üveg, aminek csavaros a kupakja, addig van. Igen. Tehát hogyan szabadultok meg hazamenni nem akaró? Akkor vigyük ilyen irányba a témát, írjátok meg nekünk. Azt mondja, hogy nekem van egy barátom, aki némi alkohol elfogyasztása után csak annyit mond be, ha be akarja zárni a bulit, hogy elment az idő. És ha nem veszi a lapot a társaság, akkor megkérdezi, hogy mondjam ennél udvariasabban, hogy húzzatok haza. Geri azt szokta mondani, feküdjünk, mert mennének. Vendégküldő lehet az is, anya, ha már kimész, hoz be, légy szíves a gyógyszeremet, amit lefekvés előtt 20 perccel kell bevennem. Ez Barna. Barna küldte nekünk. Igen, hát van az a vendég tényleg, akit baromi nehéz egyébként kitenni, akkor ezek a mondatok azért jól jöhetnek. De csak te lehetsz a hívást, mert ő jól érzi magát. Igen, érted? Hát jól érzi magát nálad. Túl jó a buli. Igen. Az anyósom egyszer belefutott, hogy a gyerekkel 3 órát monopolizott, azóta csak elkiabálom magam, hogy kisfiam, akarsz játszani a mamával? Ez jó. Ez jó. Igen. Jó, még az elindulós kávé, ugye? Azt én nagyon szeretem. De azt te vezetted be az országba. Azt én nagyon szeretem. Tehát az nálunk abszolút megy. Amikor már érzem, hogy meghal a buli, akkor én ezt így finoman bedobom. Főzhetek egy elindulós kávét valakinek, és akkor mindenkik finoman elkezded előcködni. Értik, veszik a lapot, és tudják, hogy az elindulós kávé az egy nagyon, nagyon diplomás. De van, aki egy ilyen ráutaló magatartásokra a vendéglátó részéről. Volt egy kedves rokon a családban, aki rendkívül jól főzött, de nem annyira szerette vendéglátani a rokonokat, és ő például azt csinálta, hogy nagyon gyorsan hozta be a következő ételt. Tehát, hogy az történt, hogy még nem is fejezted be az előzőt, már tolta oda az asztalra a következő tálat, meg a következő tálat, meg azt is, meg azt is, meg amazt is, és gyakorlatilag egy ilyen vetésforgószerűen úgy kerültek fel az ételek, hogy a végén már 3-4 fajta étel volt az asztalon, csak egyél, aztán szedőzködj és menj végre haza. Hogy minél gyorsabban egyél, annál gyorsabban tudsz hazamenni, hogy egyél. Uh-huh. Van egy barátom, akinek a... Mindig csomagolatok is. Negyed óráig vagyunk itt, hova csomagolnánk? Nekem van egy barátom, akinek a nagyapja konkrétan, már meséltem, elővette az ágyneműt, amikor ott voltak a vendégek, és elkezdett nagyon látványosan a nappaliba megágyazni. Fogta a kis dunyháját, kirázta, leterítette, fogta a párnáját, többször összenyomta, megforgatta, letette az ágyba, és akkor a vendégek érezték, hogy nagypapa... Papa elszúnyogálna. Papa menne feküdni. És arra nem veszed a lapot, akkor semmire. Igen, meg papa amikor a nagymama bejön a hálóinkben, és egy kis szőkítő habbal a bajszá. Hajkötőbe. Persze, rád néz, rád kacsint, és kiveszi a fogat. Balákám, te maradj még egy kacsint. A nagypapa hamar elaltik aztán. Na jó, hol van. Oké, jó, minden esetre gyerekek, mondjuk el, drukkolunk ennek az alkalmazásnak, magyar dologról van szó, reméljük, hogy siker lesz, világsiker, nagyon sok magyar startup cég van, akik jól csinálják, ez egy jó alkalmazás lehet. Szerintem talán ismerve a magyar mentalitást, ez külföldön jobban működhet, mint Magyarországon, barátságosabbak, nyitottak az emberek, vendégszeretőbbek, már a magyar is vendégszerető, de érdekes, hogy... Szerintem ennek külföldön van nagy jövője. De drukkolunk nekik természetesen. De eleinte tényleg menjetek biztosra. Menjetek el a Borbás Marcsihoz, menjetek el a Rákóczi Ferihez, a Kovács Lázárhoz. Így van. Hát, hogy ilyesmi a Búza Sanyihoz, mert ott azért lehet sejteni, hogy nem lesz kéthetes vaníliasodó, amit már háromszor forraltak. De ha én gluténérzékeny vagyok, mehetek a búzához? Szerintem mindig. Ez vigyázz, mert nálunk a Benny is, meg én is, meg a Viki is kicsit gluténérzékeny. Hát hogy menjek? Sanyi, ne arra. Meghív a Sanyi vendégségbe. Balázskám, hát? Gyertek át. Sanyi, ne arra, mi gluténérzékenyek vagyunk, hozzá nem. Hozzá sajnos nem tudunk át. A Feréke szívesen van itt, Sanyi, ne arra. A nejem gluténérzékeny. Best of Morning Show. Hát akkor már nagy könyvkötés. Persze, ma este ezt mondtam, hogy videót csinálok. Én azzal indítottam tegnap, hogy kivertem a gyerek első fogát. Ja. Én minden nap ezzel indítom, csak így van. Kicsit későn feküdtünk, bár megfogadtuk, hogy 8-kor a gyerek ágyban, hiszen ma iskola. Ez átolódott 9:30-ra, és akkor bejött, hogy mondom, hadd mossam meg én a fogad kicsit, hiszen holnaptól már iskolás vagy, ilyen gondosságot már csak apától utoljára kapsz, aztán a szabad élet van, és fölállt egy ilyen föllépőre, ahol így fáradt volt a gyerek, kicsit lecsúszott a lába, és abban a pillanatban lecsúszott a lába, én közelítettem a fogkefével, és ezért a jobb egy puff. Nézzünk egy-két SMS, mit ír a hallgatóink, kinek hogy indul a reggel. Gyermekem táskája 24 kiló.
Ebből 2 kiló a Merjo embléma, és 5 kiló az arany díszítés. Romeo küldte neki. Közösenest. 9,5 kiló, de rakta bele kavicsot, hogy erősödjön. 9,5 kilós iskolatáska, azért az kemény, igen. Nekem 1 kiló, de bagoly nélkül. Harry Potter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy új tanév, új szendvicsek a portásnak, hogy adjon wifi elszó. Én is izgulok, hogy mi van az. Azt látom most, rajta, de ezt látom, olyan ideges, hogy alig bűszín. Hát de most komolyan. Az nagyon aggódónak tűnsz. Beérnek-e? De állatok nincs semmi gond. Béka nem írt még? Nem, nincs. Neki nem megy, nem az a típus, de azt se írt, hogy fölkeltünk úton. Na jó, adod a följöm, terápiás jelleg. Mert látom rajtad, hogy annyira izgulsz. De most érte, először megy iskolába a gyerekem. Na, nagyon jó. Tessék. Mindenképpen. Vagy viszed? Adod. Na. Ez jó. Megvan a feleségem száma, Laci. Ez jó egyébként, Feri, hogy legalább neki nem megy a hasa, mert minden belefér. Micsoda, mert minden belefér, vagy mi? Ezt a gyerekek már az iskolában van. Na várjál, följük Bétát. Nekünk például el kell hozni egykor a gyerek. Hát, este ismerve téged, nem maradjon már az a gyerek. Rossz iskolát választottatok. Az első nekem az lesz, meddig marad a gyerek? 5-ig, akkor ideje. A hívás kéréséhez tárcsázza az 5-ös kódot. Ez mi? A gombos nem tudjuk tárcsázni. Miért? Várjál, mert rölni. Az 5-ös kódot. Automatikus visszahívás de mi van? Telefonközpont? Van saját telefonközpontot? Nem mártad, hogy béreltek valami kis izé külön a házban, a társasházban van egy telefonközpont. Béka! Ha a legutóbbi recepthez szeretne hozzájutni, nyomja meg a 4-es gombot. Ha a családi fotógrafon műsorvezetés, nyomja meg a 6-os gombot. A feleségem nem az enyém. Best of koncert, nyomja meg a 7-es gombot. Hakni, nyomja meg a 2-es gombot. Ez az ővé. Na, tövőfékedés, nyomja meg a nullás. Na, azt nem. Azért az, hello, hello. Aranysárga húsleves, jön a mennyosztony, megérhet. Te így csinálnád, de én ilyet nem vállalok. Temetés, nyomja meg a 11-es gombot. Síratás. Na, várjál még egyszer. Sírásás. Ne, igen. Számlás megrendelés, nyomja meg a 11-es. Számla nélkül. Számla nélkül. Bármelyiket. 11-es gomba telefon. Nem mondtad, hogy külön, külön központod van. Szök menők vagytok. Ugye? Egyébként tényleg ilyen. Ha valaki oda a hívott mobiltelefon kapcsolásáig na. Türelmét kérjük. Megőrülök. Hát most mi? Hát basszus, az előbb is ezt mondtam, amikor ebbe ennyi. Na megkérdezik. Béka, itt vagy? Balázs, csáó, élőben vagy, hello, morning show, szia! Szia, Béka! Szia, jó reggelt! Hello, csáó! Na figyelj, itt ül egy aggódó apuka, és látom rajta, hogy itt jön, megy, járkál, a 8. cigijét szívja, annyira ideg van, a 10. kávéjához. Kis bejár a budira, csatakos a pólója, amit akarsz. Olyan, amilyenek még soha nem látta. Mi a helyzet otthon? Hogy álltok? Mi van az iskolában? Autóban vagyunk, reményeink szerint 6 perc múlva meg is érkezünk. Hányra kell menni? Üldöznek benneteket. Kicsit gyorsan megy, jó vezet. Igen. Hát én mennék gyorsabban, csak állok a dugóba. Állsz a dugóban. Hányra kell ott lenni, hogy ilyen korán érkeztek? Hát egyébként 7:40 az ideális, azt mondják, de most így, hogy évnyitó van, meg tanterembe bemegyünk együtt, meg nem tudom, így a 7:30-at lőttük be. Hát távolságra megvan, csak még a forgalom nem biztos, hogy engedi. Nagyon fontos kérdés, hogy adhatok a gyereknek reggel enni, vagy hagyjátok, hogy az első nap bedöntse az iskolai büfét? Ő elveszi, amit enni akar. Azért mondom, hogy megreggelizett, vagy aztán kislányom, vedd el, ami a tiéd a büfében. Nem, ivott egy kakaót, de enni még nem akar. Szerintem azért most ő is izgul egy picit, bár én szerintem jobban. Tudod, és ezt hallják az iskola büfében, és mi a süsű, mikor jöttek a katonák, hogy jött süsű, tudod, bezsalúzzák. Hát, amikor még le kell dílelnünk, hogy semmiképpen se adjanak neki semmit. Hadd bécsi szeretes legyen szíves, ne csomagolj be, én teszem. Majd apám jön délután rendezi. Igen. Mukikám, életem, ott vagy? Igen. Szia, drágám. Mi van a fogaddal, amit apa kivert tegnap este? Még megvan. Megvan még? Jó, van, ennek örülök. Visszaragasztottuk epoxi gyantába. Izgul. Kérdezem, hogy hogy van? Hogy van? Hal téged. Izgulsz, hogy vagy? Mesélj egy picit, hogy vagy? Hogy hívják a lányodat? Szemét brigand. Hogy is hívják a kisfiút? Hogy hívják a fiatal? Se! Se aljas! Muki, ne figyelj oda, ez egy csúnya bácsi, a Balázs bácsi, ne foglalkozzon. Hogy is hívják? Hogy hívják a harmadik kisfiam? Panna, izgulsz, Panna, vagy hogy vagy? Jól. Jól vagy, nem izgulsz? Várod az iskolát, életke? Igen.
És akkor ahogy megbeszéltétek tegnap a papuval, hogy a gyámügy kérdezi, akkor a fogmosás közben esett ki a fogad. Jó? Nem azért, mert nem akar iskolálni. Igen, nincs olyan, hogy apám kiütötte. Nincs olyan. Na jó, a béka, rendesen keltetek, időben keltetek, macerálsogatókra. Mondjál már valamit! Mondjad, béka. Sokkal korábban kelt, mert beállítottuk életünkbe először 6 órára, mert ez nektek nyilván nem ismeretlen, de nekünk az. Tehát először beállítottuk 6-ra az órát, és ehhez képest mindenki 5-50-kor már fenn volt, és már készülődött, és öltözködött, és nem tudom, úgyhogy hát nyilván mindenki be van sózva, én bízom benne, hogy azért nem egész évben így lesz, hogy 5-50-kor kelünk. Nem, mert ez az első nap. Ez az első nap. Lesz az még korábban is. Persze. Csodával határos módon az anyukám is megérkezett 7:00-kor, úgyhogy anyuka, a pálinkát elraktad előle? Igen, kiraktad el vassalni valót, és elraktad el a pálinkát. Ez egy fontos kérdés. Kávét öntötte a pálinkás üvegbe, hogy nehogy csalódás érjen. Jó van. Na sulizzatok, akkor puszilunk. Panna, ügyes legyél. Panna, ne felejtsd el, hogy ő még gyerek, nem a sülcsülköt és a palacsintatortát csak a nagyszünetbe lehetett meg. Puszi, sziasztok! Szeretlek, kicsim puszi! Sziasztok, szia. Ezt a gyereknek mondtam, hello! Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat. Nagyon helyes. Tudtuk, hogy valami természettudományos probléma lehet megint. Nem akarok madártani intézetet, nem akarok évmadarát. Aha, én csak ezt bedobtam, hogy... hogy én, aki tényleg nagyon városi vagyok. Ki a büdös francot érdekel, hogy hány vércse? Az tényleg nem. A kivitelezés sokkal jobban. Aha. Tehát Feri, te, mondd meg nekem, aki azért tényleg rettenetesen vidéki vagy, hogy... Aha, várom nagyon. hogy a büdös életbe számolnak szabadban élő madarakat? Ez most komoly a kérdés. Tehát jönnek az ornitológusok, egymásba kapaszkodnak, mint amikor ti egy szombat hajnalon mentek hazafelé, aha, vagy mi megyünk hazafelé, élő láncot alkotnak, és elkezdek, ott van egy, ott van egy, elrepül, kirepül, nem sikerül. Igen, és akkor megvan egy, nem kell és végig kapni. Sétálnak a bőrzsönyön? Persze, láncban. Hogy számolnak madarakat, ezt mondjátok meg nekem, de tényleg. Úgy, hogy megfújják a sólyom hívó sípot. Oda gyűlik az összes sólyom, sorba állítják őket, megszámolják, és szabadon ereszt. Nagy tanácskozásra hívják össze az erdő vadjait. Tehát nem olvastál meséket? Na, de most komolyan, tényleg. Hát a ragadozó madarak... Igen, érdekel a tudományos válasz, hogy január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat. Tessék, ez a tétel, ebből felelsz. Hallgatlak. Nagyon érdekes maga a felvetés, tanár úr, ugyanis ugye a hazánkban telelő ragadozó madarakról van szó, nem az állandóan itt tartózkodó. Így van, eddig ötös, most kezdjen a tételről beszélni. Ugye éjszakon hideg van, ezért fáznak nagyon a ragadozó madarak, ide települnek hazánkban. Így van. Aki egyébként nyáron itt lakik, a kerecsen sólyom például, és folytathatnánk, arra ugye tudod, hogy azok hol laknak, mert hogy ez nem egy költöző madár, ez csinál egy fészket, és beleül, és ott van. Tehát azoknak a száma megvan, akik állandóan itt laknak. Az összes olyan, aki albérletet vesz ki télen, az az ide költöző. Tessék! Beszélj. Hát Ferenc, ne arra ugyan. Jöjjön vissza februárban. Van 2 perc, hogy a tételről elkezdjen valójában. Ez nagyon szép volt, eddig nincs valaki kettes. Tényleg, hogy számolnak madarat? Élő lánccal? Kimegy Józsi, kimegy a másik oldalon Norbi, megjön Ádám, és elkezdenek egy háromszöget körbe sétálni? Befogják, meggyűrűzik, lemérik, eleresztik. Rádiódot nem raknak szerintem rá. Itt nincs gyűrűzés, meg befogás. Itt számolás van. Itt számolás van. Hogy számolják meg ezeket a madarakat? Egy, kettő, balról, el. Oké, de ez körbe ment, akkor az már ugyanaz, az kétszer jön. Ez körbe, ez nem az volt. Engedd el az verébort. Azért behúzom, hát inkább legyen egyet több, mint kevesebb. Hogy számolják őket? Hát csak felismerik, csak látja, tehát a szakember csak lát különbséget két madár között. Na de honnan tudja, hogy azt már egyszer megszámolta? Lefotózza. Megnézi. A fehér cápának is vannak azonosító jegyei, általában nincs két ugyanolyan. Tudod, akik számolják, az lefotózza, és akkor tudja, hogy ennek a, mit tudom én, a szeménél ilyen folt van. Lehet, hogy a kerecsen sólyom is ilyen. Vagy a rétisas. Mi van? A rétisas az lehet, hogy egész éve itt van, csak mondom. Most azt a gyönyörű rendszer, amit fölhívottam, egy fél mondatot tönkreteszem. Most te ott dolgozol a Madártani Intézetnél, vagy a Természetvédelmi Egyesületnél, és
és téged kiküldenek ragadozó madarat számolni, akkor te az, ami elrepül a fejed felett, azt nem ismered meg, csak ha a kezedben van. Aha. És ha ugyanaz repül előttször, akkor ötöt behúzol, egyet behúzol, röptében megmondod, hogy ez ugyanaz a madár, mint amit fél nappal ezelőtt láttál. Aha. Vagy lelövöd, és akkor ja, nem jó. Igen. Na, hogy van? Mondjatok valamit. Hát nem gyorsan is hatékonyan, mert akkor nem telnének ki a 8 óra. Radar? Madárradar van? Halradar van? Van madárradar is? Na, a Börzsönyt beradarozod, és akkor egyből meglátod, hogy hány madár. Azt írja, hogy tavaly 563 rét is azt számoltak, 220 parlagisast, 3 szirtisast és 7 feketesast. Aha. Biztos az 563? Nem volt még egy a bükaljában? Nem, az van, hogy egyébként ez különböző tájegységeken jelenik meg csak. És vannak mondjuk ilyen, mit tudom én, etetőhelyek, meg vannak bizonyos, mit tudom én, másik madarak. De honnan tudod, hogy a 483-adik ez nem olyan, mint a 280-adik? Hát, na ez az, amire én azt mondom. Na, mert most az, hogy vannak élőhelyek, persze, élethelyen ez, élethelyen az, itt eszik, itt iszik, ezek tudom, mert ezeket mindenki itt tud következni. De honnan tudod, hogy a 26-adik az nem a 280-adik? Mert a halántéka, mert húzza a ballábát. Hát van fiatal sas, öreg sas. Azt ők meg tudják állapítani. A farktól a hosszúságából. Hülyék vagyunk madárból. Ma gyerekek, madárból is nagyon hülyék vagyunk. Tehát fából már kiderült, hogy hülyék vagyunk, madárból is. Van, nem, mondta, jó, a farktól például. Az egy egyedi azonosító jel a madaraknál. És honnan tudod, hogy nincs meg 10? Mi? Már nem a számát mondtam, hanem a hosszát. Honnan tudod, hogy hiányzik 10? Honnan tudod, hogy az összes megvan? Tehát én számolok, kimegyek és megszámolok 4 galamot. Ja, megszámoltam az összeset, nem tudom, mert nem tudom, mennyi van összesen. Tehát honnan tudom, hogy megvannak a sasok, mehetünk, mennyi? 563, az megvan, menjünk hát, haza. Honnan tudod? Megszáll, lehet, hogy az 600 egyébként, de 563-at számoltam. De akkor mi értelme van megszámolni, ha nem tudják biztosan? Mert de ez nem ez egy napos projekt, hogy kimegy, és akkor ma nem láttam, akkor nincs. De basztus, az összes sas meg. De nem arra gondolok. Ha mint tőle, én nem találkozom veled hétvégén, az nem azt jelenti, hogy meghaltál. De nem erre gondolok. Nem futottunk össze. Valaki leírta, hogy 563 rétisas. Igen. Na. Tehát az egy exakt szám, hogy 563. Itt valaki abba hagyta a figyelést, vagy nem jött több. Nem vagy jöttem. Az első jött újra, és azt mondja, ez már megvolt, ne írd bele, ne számod, menjünk haza, megvan. Ugye, hogy nincs rá válasz? Hát valószínűleg felosztották. Hortobágy egy ember, Zala-megye egy ember. Délalföld egy ember, Észak-Magyarország egy ember. Mindenki saját régióját összeszámolta, beküldték az adatot, összeadták, annyi van. Nem? Ez sem logikus. Hát de miért? Ez se jön ki. Hát nem egy ember számolja az egészet, nyilván van számláló bizottság. Ez mi, van, este találkozunk. Mi este találkozunk. Aha, mennyit láttál? Mennyit láttál, Józsi? 426-ot. Mennyit láttál? 200-at. És ha két halmazból átjárás van, akkor ugyanazt a madarat X-eltűbbe is számoltuk? De ez se jó. Átjárnak a madarak? Nem van egy territóriumuk, mint én egy 3 kilométeres kör. Hát én azt gondolom, hogy ez és van egy megye határ, mint a megye matrica, tehát hogy a megye határ. Egy területhez köthetőek, tudják azt nyilván, hogy hol van a fészkük. Ezeknek a madaraknak, tehát hogy ők nem kolvászolnak, csak nem ugranak át így, hogy hívják egyik megyéből a másikba, meg hogy és aztán itt két nap múlva visszajönnek, azok állandóan ott tartózkodnak egy bizonyos területen belül. Igen, na. És Richelieu írja, erre vonatkozik, nyilván vannak számlálóbiztosok, akik felkeresik. Hát persze, hiszen tudják, hogy itt lakik, jó napot kell. Önök hányan vannak? Hányan laknak? Pillanat, megszámolom, 4-en vagyunk, 2 fiúk, 6-an vagyunk. Köszönöm szépen, már nem is zavarok. Itt 6-an vannak, és megy tovább a számlálóbiztos. Igen. Az, hogy tudom, hogy van egy terület, ahol ő röpköd. Azt honnan tudom, hogy azt egy valaki megszámolja? De honnan tudod, hogy a madár ott van, nincs ott, nem repült át máshova, mert éppen nem számolod? Leül az ajtó elé, és megvárja, amíg hazajönnek. Este csak hazajön az a szerencsétlen madár. Hazajön. Tehát a kérdező biztosok és a számláló biztosok letelepednek a fészek mellé, és várnak. Igen, szerintem fészekre mennek. Szerintem nem mondtál butaság, ez valószínűleg így történhet. Tehát nem ők is mozognak. Folyamatos mozgásban vannak. És távcsöveznek. Nem, szerintem ott a fészek környéke valahol ők letelepednek, oda visznek valamit, ami le lehet ülni, és száraz, és talán meleg is visznek. És akkor tudod, hogy az 563 madának helyileg hol van az 563 fészek? Szerintem ezt tudniuk kell. Igen, de lehet, hogy ezek házasok 563-on, tehát akkor már mindjárt ugye feleződik, plusz egy-két önálló pár. Azért ezek nem ilyen rajokba repülnek meg, hogy hívják, ezek hatalmas. De mikor van vége a számolásnak? Amikor honnan tudod, hogy most kiküldelek ide, hogy Feri, számold meg a kerületbe az összes galambot, soha nem jössz vissza. Hát mikor jössz vissza, hogy te végeztél? Azt honnan tudod, hogy mikor végeztél, érted? Hát galambból több van, mint rétisasból. De most akkor számold meg a szajkó, számold meg a 9. kerületben a szajkókat. Matatnál vele egy ideig. Hát nem mondom el, mondjuk, hogy hol keresem, ugye az rögtön ott nekem baj. De ezek az emberek, akik számolják, ők a vidékben élnek, érted? Azt írja, valaki lelövöldözik őket, sorba rakják meg. 563 főnök.
Kéne még töltény. Mondja, mit kezdél? Hát, hogy ezek, ők a vidékben élnek, tehát ez tudja, hogy... hogy tehát azt akarod mondani, hogy értenek hozzá. Igen, hogy amikor kimegy a... Finoman visszadott a tehát, hogy értenek hozzá. Kimegy a Hortobágyra, akkor tudja, hogy az a nagy tölgyfán, az öreg tölgyfán, a tó mellett lakik kettő, érted? Oda megy, megnézi a fészket, itthon vannak jó. És eljátsz, nem megörülök, oda teszi a homlokához a kezét. Föl, te most tényleg fölnéztél a fészekre. Fölnézel a fészekre, beárnyékolod a szellet. Fölnéz a fészekre. A nap van, ne süssön bele, érted? Kettő, beírtam kettő, köszönöm, sasok, viszlát. Igen. Mész a következő. Hát ért hozzá, ez kizem. Őszintén, kimész, hogy itt a mezőre, a falunak szélére, és azt látod, hogy ott legelészik 30 darab tehén. Tudsz köztük különbséget tenni, így elsőre meg bocsánat, azért 563 repkedő, helyet változtató rétisas és 30 darab tehén között azért azért egy kicsit nagyobb a különbség. Legalábbis én azt hiszem, hogy ez madár repül, messze van, nem látod, a tehén áll, nem megy sehova, és utoléred. Csak szerettem volna egy kisebb problémát felvetni, amivel szintén nem tudnál megbirkózni. Na, engedd is el. Viszont az, aki ott lakik abban a faluban, kimegy, és megmondja, hogy ez ezé, ez azé, ez a 19-ben, ez a Marikájé, ez meg itt a Terié. És simán megmondja. Na, a madarász mert minden nap találkozik. Így van. Mire megy a sas? Mit teszik a sas? Dögöt teszik, vagy élő állatot kap el? Szerintem is. Is? Is. Mert az ugye az jó, hogy a élelemmel csalogatod, és akkor az odajövő sasokat összeszámolod. Laikus. Meglehetősen laikus. És hogy közel legyen... Elkezdesz egy fél nyulat lengetni a fejed fölül, és odajönnek a rétisasok. Nagyon jó, mert az ráadásul... De most már elvárosiasodtál azért teljes erősen. De az is jó, hogy fölemeled a sast, és futsz vele, vagy a ízét a nyulat, és futsz vele a mezőn, mert akkor le is csap rá. Maximum a villámcsap beléd, igen. Fuss rá, Feri, fuss rá, számold a sasokat. Nézd a hülyet, ott futod. Elküldenének számolni, ők meg szépen megszámolnák. Hát én láttam tegnap, hogy tegnap előtt egy természetfilmet, ott például, mit tudom én, ilyen kamu tetmős békákba rejtettek kamerát. Kimegy a madarász, hatalmas nyúlna költözve a mezőre, ott rohangál föl alá, érted, rácsapnak hárman. Tehát, hogy időről, érted, oda repül vagy egy rétis, és megpróbálkozik vele, hogy felkapja a 90 kilós madarászt, nyúlna költözve, nem sikerül neki, de meg tudja számolni. Nem győztetek meg, srácok. Ezzel abszolút nem győztetek meg. De miért a válasz, hogy te felvetsz egy kérdést csak azért, hogy bebizonyítsd, hogy mi vagyunk a hülyék? Mert ez a műsor, ez így van kitalálva. Én kérdezek, ti nem tudtok. Én kérdezek, és aztán bebizonyosodik, hogy nem tudtok válaszolni. A kutyafáját egyes, gyerekek. Sajnos egyes. Meddig figyelnél például egy fészket? Én nagyon szívesen kimennék madarat figyelni. Én megnézném, hogy ez valójában tényleg hogy zajlik. Engem minden érdekel, amit én nem tudok. Tehát én elmennék madarat számolni valakivel, aki elmondja, hogy ez itt fészkel, ennyi tojást rak, itt lakik, ide költözik. Na, én csak addig szeretnék élni, szép hosszú életem lenne, amíg kimegy, amikor te majd kimész majd. Egy lényeg, el lehet-e venni kocsival a fészek alá? Gyerekek, ha a kocsival meg lehet állni, ott vagyok. Ha 600 méternél többet nem kell sétálni, nagyon szívesen megyek. Komolyan nagyon szívesen kimennék csak. Csak. Be lehet-e menni, igen, a tájvédelmi körzet autó. Madarász uram, itt van a lista, nézze csak meg, parancsoljon, itt van a csak. Van-e oda földút, betonút, ha megy a kocsi, akkor megyek én is. De mit kell szélem mondani? Na, nem is tudod, mit kezdtél. Ja, te, hogy nem, hogy ugye... Te paraszt. Te buta paraszt. Mi nekünk jól ki belőle. Mi akartak ezzel? Azt se tudod, hogy mire vagy kíváncsi. Buta paraszt. Hát én kérdezek erre, te se tudod, mit akarsz kérdezni. Hát hogy akarsz így felelni madártamból? Hogy felvetődik bennünk buta parasztokban a kérdés, hogy meddig figyelsz egy fészket? Honnan tudja, én csak egy buta proli vagyok, Feri, ja, tényleg, ne rám nézzen. Hát, egy ilyen egyszerű kérdés, hogy számolják a madarakat, se tudtok válaszolni. Komolyan nem is értem, miért ülök veletek. Mi van a fészek elhagyókkal? Tehát azt, na, találsz jó a kérdés, fészket, ez már tetszik. Találsz egy fészket, amiben azt gondolod, hogy a parlagi sas lakik. Visszajön. Igen. És ott ülsz alatta. Ha mondjuk egy hétig nem jön a parlagisas, akkor elment rokont látogatni, külföldön van, stb. Vagy nem lakik már ott. Hát, igen, vagy elpusztult szegény. Igen. Tehát aki figyeli a fészket, az tudja, hogy mikor jön vissza. Hát ott ismerni kell a rendszerességét a sasnak. Nem nagyon egyszerű egyébként, hogy annak a sasnak a neve mellé beraknak egy kérdőjelet. Na de akkor hova teszed? 563-ba? 563-ba? Mindig a mondat mögé. A kérdőjelet mindig a mondat mögé teszed. Nem elé, az olyan fura. Gyerekek, engem ebben az érdekel, hogy tulajdonképpen ez is itt történik körülöttünk. És az ember mégis mennyi minden nem tud a világról, ami körülötte zajlik. Tehát ez 50 kilométerre tőled zajlik, 100 kilométerre, és hogy mennyi minden van, amit még nem tudunk. Nem, ez az egész arról szól, hogy te minden egyes nap, minden adásban sziszifuszi erőfeszítéseket teszel, hogy bebizonyítsd, hogy mi nagyon hülyék vagyunk. De te legalább bevallod.
gyerekek, én azért vagyok itt, mert van egyfajta nyitottságom a világra. Kérdezek. Sajnos két olyan ember ülök itt, akik semmilyen kérdésem nem tudják. Nem, csak nem tudjuk a választ. A te kérdésének hát a 90%-a az az, hogy és ez kit érdekel? De nem, komolyan mondom. Kocsányos tölgy, kit érdekel? Na hát a kocsányos tölgy, dögunalom. Fostos bugybóka, kit érdekel? De hogy ezeket a madarakat vannak emberek, akik megszámolják, ez számomra szimpatikus, ez nekem tetszik. Aha. Tehát, hogy van egy hivatás, hogy te madárszámoló vagy a Madártani Egyesületnél, és kimész, és valójában tényleg tudod, hogy hány madár röpköd a fejed fölött, ez szerintem nagyon érdekes. És amikor eljön az idő, és egy ilyen madárszámláló kimegy, és egy bizonyos fajta madárból nem talál egyet se, igen, akkor azt mondja, hogy kihalt? Na, holott még lehet, hogy megbújva a vértesben van egy pár. Jaj, ne okoskodjál már, most próbálsz meg itt érted. Hát mi? Az vagy, ami Feri, az egy idős bunkó, az egy nem gond, csak eszembe jutott. Feri, ez már nem kettes, ez már nem görbül sajnos. Aha. Tehát hogy van, én meg a vidéki bunkótál, meg a proli bunkó? A buta paraszt, vagy én meg a buta proli. Most rám haragudtok, hogy kérdezek valamit, amire nem tudjátok a választ. Ne, tessék olvasni, és tessék ezeknek a kérdéseknek utána. Én ahhoz is hülye vagyok, hogy haragudjak rád. Hát most mit csináljak, ha ti átsiklotok az ilyen hírek felett, hogy január közepén számlálják a hazánkban telelőre ragadozó madarakat, és ezen fél óráig melózom agyban, hogy hogyan fontos számolják ezeket a madarakat. Nyitott vagyok a világra, vannak még kérdéseim, ezeket felteszem. Hát, ha ti nem tudjátok megválaszolni, most ne rajtam éljétek ki a frusztrációtokat. Ja, ráadásul még ez is. Tudjunk a betegek. Tehát most komolyan mondom, nem értem. Egyre dühösebbek vagytok, holott én csak egy nyitott műsorvezető vagyok, aki mer kérdezni. Hát most gyerekek, van egy madárszámlálónk. De már nem úgy értem, hogy egy nyomkodom és egy-kettő a digitális vagy analóg. Nem tesz Stuart ezek, amit nyomkodnak. Mit mondtál? Ne akarja bennünket megvezetni. Nem, tényleg van valaki jelentkezett, aki madárszámláló. Hogy most ez kiegészítő foglalkozás, vagy ez van a névjegykártyán, hogy madárszámláló, nem tudom. Soma itt van velünk. Halló, jó reggel. Sziasztok. Elég rosszul hallatték, mert vonaton vagyok. Mindjárt szállok. Persze, madarat számlálsz vonatról. Na, így van, vonatról üdvözöl egy rét is. Az. Örülök, hogy bejelentkeztél, legalább tényleg valami értelme van ennek a megszólalásnak, hogy mit humorizálunk, hűlünk, meg szívjuk egymás férjét, de közben valójában tényleg kiderül, hogy hogy számolják a madarakat. A túlzási madárszámláló vagyok, én felsőbbedalaton, és van egy társaság nálunk, akiknek ki van osztva az országos szinten, ilyen kb. 2,5-2,5 kilométerekre van osztva ország, és ezeket ki vannak rendelve emberek, akik határozott időben, egy bizonyos napon, bizonyos órán belül bejárják körbe ezt a 2,5-2,5 kilométeres négyzetet, és ott felírják, hogy milyen madarat látnak, hány darabot, ez persze pontosan, illetve van egy olyan kis adatlapjuk, amin bejelölik, hogy északi tájolás szerint körülbelül a megfigyelési ponttól, ez a négyzeten belül vannak megfigyelési pontok, hány méteren belül vagy kívül láttak hány darab, milyen típusú madarat. És persze ez bekerül a végén egy közös adatbázisba, és ott összesítik. Soha nem lesz ez pontosan egyértelmű, de minden madár valahol van. Tehát és akkor neked be kell jelölnöd azt például, hogy merre repült ki a te négyzetedből a madár? Mert és felhívod a Józsit, Józsi átment Józsi, hozzád, ezt már eszemszor megszámoltam. Én madaram. A megye határára át kiabálsz, hogy át már nem megyek, mert matrica van, de tiéd Józsi, kapd el! Az a törött szárnyú. Én elmondhatom, hogy mivel amatőr vagyok, hogy azért általában bejárjuk egy 4-5 óra alatt, itt az első pár órában sokkal fontosabbak az információk, mert ugye január első napjában vagyunk, elég hideg van, és így kell vinni valami védőitalt is. De igen, ez úgy van, hogy nagyon fontos, hogy a megfigyelési ponthoz képest 50-100 méteren belül van ez a madár, vagy kívül, milyen irányban, mert gondolom ezeknek a négyzeteknek az átfedéséből azért már tapasztalat szerint van valami, gondolom, program, ami kiértékeli, hogy azért lehetőleg ne legyen duplikálva két ilyen területen ugyanaz a madár, vagy legalábbis kis százalékba fogja. Értem, ez a legjobb meló. Bemész, látsz, amit repülni, beírsz egy számot, hazamész. Hát ez... Megdobok közben egy feles, de egyébként szünetmentes áram. És közben kicsit lerészegetteket. Na, még biztok is. Egyébként szünetmentes áramforrásokat foglalkozok, úgyhogy most lehet, hogy valaki megszápolja ezeket az éleket, de itt felsőgöd határában így csináljuk évente, kétszer májusban meg. Mi van, ha nem ismered fel a madarat? Látod, hogy repül, de nem tudod, milyen madár, akkor odaraksz egy repülő madarat, lerajzolod, és egy kérdőjelet rajzolsz mellé? Vagy mit csináltok akkor? Nem, erre jó esély van, mert én nagyon nem jöttek a madarakhoz, távcső, és van azért köztünk olyan ember, aki tényleg a Madártani Intézet legyen ezer éve csinálja, ért hozzá. Én néha meglepődök, hogy
hang és nagyon távoli kis repülés fajtából, a fájcsapkodásból, mindenből megmondják rögtön. Na de ő nincs ott melletted, hát amikor rajzolni hát, kell egyedül vagy, nem? Vagy ott van mellette? Nem. Hát mivel ez évente egyszer-kétszer van, ilyenkor 6-8-an összejövünk, és mondjuk az egy kicsit nehezebb, mikor egy rajzfelszár és ilyen 100 darab madár körül van, szóval sapkolni lehet csak. Rajzolj, Józsi, rajzolj! Nem, itt egy pontot rajzolunk, körülbelül hány darab. Aha, hát ott az nehéz persze. Figyelj, és tényleg nem tudtak otthon a feleségeknek mit mondani, hogy elmentek közösen inni? Tényleg kell ez a madárszámolás? Igen, ez az egész alibi duma, mint a madárszámolás, hát ez igen. Ezzel már túl vagyunk, a bukták megvoltak, úgyhogy ez már nem program. És mi volt az utolsó madár, amit felismertél, arra emlékszel? Persze, a dolmányos varjú, azt mindenki felismeri, vagy a sima varjú. Na, mondjad a dolmányos varjú jegyeit, Balázs. Hát fekete. Is. Egyébként tök úgy néz ki, mint a normál varjú, annyi, hogy a mellén látsz egy ilyen szürke folt, és sokáig azt hittem, hogy vedlenek télen a varjuk, az ilyen foltosak. Hát kiderült, hogy az a dolmányos, mert egy mellé van rajta. Ennyi a különbség, hogy körülbelül nem teljesen fekete. Akkor ezért nem kapsz fizetést, tehát ez egy hobbi jellegű dolog tulajdonképpen. Persze. Uh-huh. Hát aztán, akivel én megyek, az mit tapasztalni, azt nem akarom tudni, akkor lehet, hogy megharagszok rá. Aha. De. Na jó, de legalább akkor valami képünk van erről, hogy ez hogy zajlik. Érdekes, szerintem. Uh-huh. Köszönjük szépen, Csoma, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Jó munkát neked, ciao. Madárszámláló. Hát, ez se lehet egyszerű. Megvan az alibit hétvégére, Feri. Bizony. Majd jössz az a kis papíroddal, seregé X. Dökkesejű 10, fröccs 20. Igen, orszarvú 3. Feri, nagyon bevoltálunk. Nagyon megalakultatok. Nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Ugye érkezik ma Putyin, délután 2-kor száll le. Nem tudom, láttátok-e, drága morning show hallgatók, azt a felvételt, amikor mutatták, hogy egy ill nem tudom hányas gép, egészen titokban ill. 76-os, tehát egy ilyen repülőgép szakértő vagy, igen. Hát ő egy kicsit beteg a zsülde. Igen, láttad? Láttad, hogy ki ő fogadta. Egy állapolgár felvette és feltöltötte, egy fél Budapest méretű repülőgép leszállt, ugye a Ferihegyen néhány nappal ezelőtt, egy IL-76-os, és kiderült, hogy Putyin előrse. Tehát, hogy gondolom hozzák a beluga kaviárt, a volgákat, a páncélozott autót, a fegyvereket, én nem tudom, mit hoznak egy ekkora gépben, de hozták Putyin előrsét. Szerintem gyakorlatilag mindent. Mindent elhoznak. Szerintem gyakorlatilag mindent. Azon csodálkozom, hogy új aszfaltcsíkot nem hoztak neki, hogy ő csak azon hajtathat át. Hozták a saját autóját, azt már beszéltük ugye múltkor, hogy saját ágyneműje van saját az embernek. Igen, hát, igen. Na, majd mindjárt megkérdezünk egy szakértőt, aki elmondja, hogy tényleg mit kell tudni Putyiról. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy oké, hogy az egész egy nagy felvonulás, parasztvakítás, erődemonstráció, tehát tényleg föl is hívhatná ő egyébként a mi miniszterelnökünket. Nyilván a megjelenés, a szimbolizál valamit, a felvonulás is szintén, hát amikor az amerikai Egyesült Államok elnöke is elmegy valahova, az is egy nagy erődemonstráció. De hogy valójában ők mennyire vannak veszélyben. Tehát ez a show része. Ez a biztosítás nyilván azért van, hogy tényleg ne lehessen baja. De hogy hány valódi fenyegetést kap mondjuk az orosz elnök, amit nem valami felbosszantott nyugdíjas ír, hanem mondjuk, nem tudom, csecsen szeparatisták, érted? Vagy valamelyik szétesett tagállam utóállamának a nem tudom milyen terrorista vezetője. Szóval, amit komolyan lehet venni. Tehát, kedves hogy... Vladimir, Marioska néni vagyok a gumáruházban. Elfogyott a morska. Tessék intézkedni, mert baj lesz. Hogy valójában mennyire vannak veszélyben ezek a politikusok, mert azért tehát érted, mire akarok kiukadni? Hogy nagyon-nagyon kevés az a rés, ahol igen. Be lehet találni. Hát szerintem, hogyha ha ilyen nagyon racionálisan nézzük a dolgot, akkor biztos, hogy van veszély. Tehát, hogy a világ három legfontosabb embere között ő most benne van, ahogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ő meg a pápa. Most ezt szokták mondani, hogy ők hárman a legveszélyeztetettebbek, és biztos vagyok benne, hogy úgy kell élni az életét, de 0-24-ben, hogy bármikor lehet egy olyan rés, ahol ő bekaphatja ezt a lövést, vagy a mérget, vagy akármit. Az Abramovicsról olvastam, hogy ugye szintén egy orosz oligarha, aki egyébként jobban van Putyinnal, mert tudta, hogy mikor kell hazadni valamennyit, mondta, vagy hazadod, vagy nem adod. Ugye van, aki nem adta, hogy messzi vidéken kötött ki, más orosz oligarha, hogy neki olyan a jachtja, ugye a világ egyik legnagyobb jachtja van, hogy mini tenger alatt járók kísérik a jachtját,
De nem van rajta, hogyha el kell menni. Nem, van mindig rajta rakéta hatástalanító rendszer is egyébként a jachtján, de hogy mini tenger alatt járó kíséri, pontosan azért, hogy a víz alól se lehessen kilőni, és a jachton belül is van egy olyan páncélszoba, ahova ő be tud menekülni. Mondjuk süllyedésnél azt megnézem. Az egy picit necces, igen, de hogy be tudod menekülni, ha támadás érné a jachtot, és egyébként... mini tengeralattjáró követik az ő hajóját, ha megy, hogy alulról se lehessen őt fölrobbantani. Azon gondolkoztam, hogy oké, hogy milliárdjaid vannak, meg oké, hogy te vagy a világ egyik legnagyobb, leggazdagabb embere, meg foci csapatod van, meg gyönyörű feleséget, hogy mekkora börtön ez alapjában így élni. Hogy minden pillanatban egyébként attól félni, hogy fejbe lőnek. Nem? Hogy mindent megtehetnél, mindent megvehetnél, bárhova elmehetnél, és mégis szorongás az életed, félelem. Van egy gyönyörű szép hajód, és hát, hogy kidöglenél rá a haverjaiddal, és csajoznál, és úszkálnál fejeseket, 8000 testőr vigyáz rád, és néha meglátsz két ilyen periszkópot, akik azt figyelik, hogy nehogy felrobbantsanak téged a víz alól, mert mondjuk egy másik orosz oligarha kicsit berágott rád, mert jóba vagy a Putyinnal, vagy nem tudom, érted? Most a felső fedélzetről nem ugrom tudom, egy felfejes, ne odaugorjon, mert az a tenger alatt járunk 5 méterrel arrébb. Marha nehéz. Tehát, hogy tényleg így éled az egész életet, bár ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy lehet, hogy nekik vannak olyan embereik, akik mindent vállalnak. Érte? Tehát, hogy ez már nem az ő, ezt ő elengedte, tudta, hogy így él, tudta, hogy ilyen szab, vagy tudja, hogy ilyen szabályzásban él, van egy biztonsági főnök, és ő felel mindenért. Gondolom, rohadt sok pénzért, de nagyon nagy felelősség. Nem tudom, hogy mennyire tudod elengedni. Én még mindig azt mondom, hogy értem a parasztvakítást, jönni kell, Debrecenbe fapadossal leszállunk, Skoda Octaviába beülünk, bemegyünk a parlamentbe, megdumáljuk, a kutya nem venné észre. Egyébként tényleg. De tényleg. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőt. Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Sziasztok. Olvastad ezt a cikket erről a 200 milliárd dolláros feltételezett összegről? Igen, hát lehet tudni Putyin elnökről, hogy azért az elmúlt 10 éveket nagyon-nagyon komolyan ugye az oroszországi gazdaság rendbehozása mellett azért a saját vagyonának gyarapításával is töltötte. A saját vagyonának rendbehozásával töltötte. Így van, úgyhogy ténylegesen, tehát ő egy nagyon-nagyon gazdag ember, neki külön szigete van, ezen a szigeten nagyon komoly éttermek vannak, ahol csak ő étkezik, illetve hát olyan hatalmas ilyen, nem is tudom mit mondani, nem lakosztályok, hanem majd, hogy nem szállodának beillő épületek, ahol szintén csak ő van, és rengeteg. Most tényleg tudom, tehát hogy a válaszolom kéne, hogy a haveriemmal lógjak egy hetet Horvátországba, egy olyan apartmanba egyébként, ami félig van csak kitakarítva, és 3 napot adnak tisztatörő között, vagy egyedül legyek milliárdosként egy szigeten a saját éttermembe, de hát a horvátországi nyaralást választanám a barátaimmal, nem? És akkor ő este eldönt, hogy ma a kínaiban megy, vagy az olasz étterembe, és ott többen egyedül. Igen, hát azért ez egy teljesen más világ, tehát hogy előbb beszélgettetek, tehát azért a milliárdosok, illetve az ilyen csúcsvezetőknek a világ egy teljesen más, egy sokkal-sokkal szabályozottabb, egy valahol azt mondom, hogy egy átlagember, és ez most nem sértésként szánom senkinek sem, egy nagyon-nagyon szabályozott, rideg-hideg világ, amiben egyrészt a biztonsága miatt is egy nagyon furcsa életet él, másrészt, és egyébként ennek tényleg van olyan fejezete, amit előbb mondtatok, hogy vadásznak rá, és nem csak a politikusra gondolok, hanem akár egy oligarchára, tehát egy pillanatok alatt egy olyan gazdasági összeveszés történik, amiben a legpiszkosabb eszközöket használják, tehát azért a 90-es évek Oroszországa nem volt egy jó hely, és hát a mai napig Oroszországban azért elsősorban az erő szavát értik. Van valódi veszély, vagy ez inkább egy erődemonstráció? Tehát tényleg le kell hegeszteni a csatorna fedeleket, mert valaki Budapesten lelőheti a Putyint, vagy azért ez a műsor része, az erődemonstráció része, és kicsit arról szól, hogy na, hát akkor nézzétek meg, megjött Putyin, mekkora a felhajtás. Én ezt nem látom benne, tehát az, hogy most megjött Putyin, és akkor megmutatjuk a magyar népnek, hogy itt van Putyin, és még lehegeztjük így, nehogy kijöjjönnek a Tini Ninja teknőcök a csatornából, tehát hogy nem erről szól ez. Egyszerűen tudomásul kell venni azt, hogy egy ilyenfajta biztosítás nem csak az utcán, hanem a föld fölött, tehát a légtérben is, és a föld alatt a csatorna rendszerben is biztonságot igényel, mert hogy voltak olyan támadások, például Olaszországban a szervezett bűnözés ügyészeket, bírókat robbantott föl, és ott például az út test alatt volt, a csatorna rendszerben volt elhelyezve pokolgép. Tehát ilyen szempontból látott ilyet a szakma, és ezért erre fel kell készülni, hogy védeni lehessen. Nekünk volt egy nagyon jó ötletünk reggel, hogy itt, hogyha itt jönne az ülői felüljárón, akkor a Zsült, a mi hangmérnökünket kitennénk egy fapuskával. Hát ezt nem javasolnám. Lelőnék a Zsült? Lehet.
Tehát én ezt úgy nem javasolnám. Tehát ilyen mi se, de a Zsűl nagyon akarja. Hát, igen, mondta, hát, hogy vállalja. Isten nyugosztalja. Tehát nem, tehát ez nem lenne annyira jó ötlet szerintem. Tehát ilyenkor hihetetlen módon kiélezetten figyel mindenki. Nem véletlen az, hogy helikopterek kísérik például a konvojt, hogy mindenre azonnal tudjanak reagálni. Annyiban azért pontosítanak, hogy mindenki azt hiszi, hogy ilyenkor elkezd lövöldözni mindenki egy ilyen személybiztosításba, és akkor ez az elsődleges, hát nem a menekítés, tehát hogyha itt egy támadás történik, hát akkor erről beszéltünk, igen, a Merkel. Hogy néz ki egy szobafoglalás például? Tudsz konkrétumot mondani? Hát megérkezik Putyin, mondjuk itt alszik, hogy elrontja a kis pocakját, nem megy haza. Akkor egy erős orosz akcentussal beszél, angolul beszélő ember betelefonál Four Seasonsbe, hogy szeretne lefoglalni 4 darab lakosztályt, vagy kivesznek egy fél szobát, nyilván direkt hülyén kérdezek, de hogy gondolom, ezt külön ember intézi, és lakosztályokat foglalnak le, és ahogy a múltkor mondtad, hogy a saját ágyneműt hoznak. Tudsz mondani egy-két konkrétumot? Mindent hoznak ők, tehát nem csak ágyneműt, hanem étel, alapanyagokat, tehát mindent főznek neki, tehát nincs olyan, hogy ő bármit is elfogadna, akár itt nálunk. Az, hogy mit készítenek elő, tehát hogy a mai találkozó és a mai látogatás tényleg egy villámlátogatás, vagy munkalátogatás, ahol egyébként már hetekkel ezelőtt mindent leegyeztettek, és pontosan mindenki tudja, hogy mit fognak ma aláírni. Tehát igazán ennek olyan tétje, tehát hogy ma úgy beszélgetnek, és akkor hirtelen meggondolja magát valaki. Hát itt minden le van egyeztetve előre. Nyilván vannak vésztervek, tehát hogyha most itt történne valami, és beteg lenne, biztos vagyok benne egyébként, hogy nem maradna Budapesten, hanem azonnal vinnék a repülőre és menne vissza Moszkvába. Ha egyébként itt aludna, akkor nyilvánvalóan nem egy-két lakosztályt, hanem a szállodát veszik ki. Tehát azért azt tudni kell, hogyha egy ottalvós, többnapos program van, akkor a biztonsági személyzet az több százas nagyságrendű, és ez az egész biztonsági személyzet ott van vele. Tehát ez 200-300 embert jelent, ami azt jelenti, hogy egy szállodát akkor kivesznek. Most az amerikaiak finoman lehozták, hogy Asperger szindrómás, az is érdekes volt, hogy ők figyelték egy ideig, úgyhogy megállapították, hogy ugye hát az autizmus egyik enyhébb formájában lehet így mondani szenved, Asperger szindrómás. Hogy figyelik egymást, tehát az, amit előbb mondhatok, teljesen természetes, és hát ténylegesen azt tudni kell, hogy azok az emberek, akik a biztonságáért felelnek, nyilván napi szinten nem tájékoztatják őt arról, hogy ma megint egy támadás készült, vagy 613 levelet kapott. Azt tudni kell, hogy nyilván vannak olyanok, akik egyszerűen csak betelefonálnak, mert berágtak rá, vagy küldenek egy levelet, bolondok, elmebetegek. Aztán vannak olyan terrorszervezetek, hát azért azt tudni kell, hogy a szélsőséges iszlám, illetve hát, ahogy te is fogalmaztál, Balázs, hát azért a csecsenekkel nagyon komoly háborúkat vívtak az oroszok. És hát ott azért volt vérdíj, ott volt bérgyilkos osztag, ott voltak terrorista csoportok, akik egyszerűen meg akarták ölni az orosz kormány képviselőit, és hát ezen belül kiemelt célpont. De szeret vadászni, ugye ezt olvassa róla az ember, hogy medvéret hát így, szívesen pózol ilyen félhalott állatokkal, vagy ilyen leszedált állatokkal, hát ez nem egy szimpatikus vonás egyébként. Sok más vonása mellett. Ilyen kalandokban élő ember, nagyon-nagyon lényeges abban az imidzsben, amit kialakítottak róla, hogy ő egy nagyon férfias, tehát hogy igazán Oroszország egyik erős ember, sőt talán a legerősebb ember, és hát ebben az, hogy lovagoljon Szibériában, tigriseket félmeztelenül, meg. Tehát nyilván igen. Félmeztelenül lovagol az ember, teljesen természetes. Pózor. Igen, de hát vannak ugye ezzel kapcsolatban mémek is, amikor nem is lovon, hanem medvén lovagol, meg minden. Tehát tényleg minden az internet megtalálható, de egyébként ő tényleg ezt csinálja, és én azt gondolom, és hát ti értetek végül is így a médiához, tehát azért a média szakemberek föl tudnak építeni embereket, nyilván itt is egy csapat dolgozik mögötte, akik pontosan tudják, hogy milyen üzeneteket kell eljutatni, és mi az, amire az orosz társadalom ugri. Tehát azért azt arra fölhívnám a figyelmeteket, hogy 84-87%-os az ő elfogadottsága Oroszországban, tehát ez hihetetlen népszerűséget mutat, és nyilván ebben a népszerűségben... A maradék 16% már nincs életben. Hát, őnek nehéz a sorsuk. Mernél más mondani, érted? Hát azért... Figyeljetek, mikor él ez az ember? Állítólag van neki két lánya, akiről állami senki... Titok, hogy ők hol tanulnak. Mikor találkozol a lányoddal? Hogy találkozol a lányoddal? Tehát vagy vadászni, vagy tárgyalni, vagy üvöltözöl a Kremben. Skipén felhívják egymást.
Igen, igen, igen. Arról van valami hír egyébként, hogy, hogy a Széll Kálmán téren letakarták a táblákat, hogy ne húzza föl magát? Erről tudta, hogy, a te, hogy a technek kiadták, hogy, hogy ne vigyük arra, ne vigyük arra, a kutya fájna, hogy baj legyen. Ne olvas. Három tekesen kikelt, hogy le kellett akarni a Széll Kálmán tér táblákat, hogy nehogy baj legyen. Én azt gondolom, hogy ilyen nincsen, és ő azért a világ egyik legjobb titkosszolgálatában dolgozott annak idején, és ez a világ legjobb titkosszolgálatot dolgozik neki a mai napig. Akkor valószínűleg tehát tudja. Ő pontosan tud mindent. Most is hallgatnak téged, Balázs, úgyhogy figyelj. Nagyon fontos kérdés, egy hallgató kérdezi, hogy nyugtass mindenkit, hogy a konvoj a megye matricát megveszi, ugye? Remélhetőleg igen. Már hetekkel ezelőtt megveszi. Most itt külföldi autó van, ugye, mert Merkelnél mi biztosítottuk az autókat, na most ugye ők hoztak. Igen. Nem használ internetet, hanem csak újságból tájékozódik. Számomra teljesen meglepő, hogy mindenféle technikai kütyüt utál. Ez igaz? Hogy úgy szívesen olvasod az újságot, de semmi technikai kütyű nincs, csak egy piros meg egy fekete telefon az irodájában körülbelül? Ez a KGB-s múltból adódik, azért azt tudni kell, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években azért az orosz titkosszolgálat tényleg technikai szempontból majdhogy nem mindent le tudott hallgatni. És ő pontosan egy olyan világból jön, ahol tisztában van azzal, hogy egy vezető szobájában mit lehet elhelyezni, és ezért ő nem tűri ezeket az eszközöket. Az, hogy ő csak újságot olvasna, ez nem igaz így. Tehát az önéletrajzi könyveiben, illetve én magam is találkoztam olyanokkal, akik dolgoztak mellette. Előolvasnak neki. Nem. Ő nagyon komoly összefoglalókat kap. Nagyon sokat dolgozik. Az más kérdés, hogy későn kell. Tehát egy teljes egészében más életritmus szerint él, mint mondjuk egy normál ember. Egyébként a hét minden napján, tehát szombat-vasárnap is dolgozik. És hát vannak hírszerzői jelentések, különböző belbiztonsági jelentések, amelyek nagyon részletesek. Ezek egyébként papírformátumban ott vannak az asztalán, ezeket mindig végignézi, de egyébként technikai eszközt, tehát monitorokat, laptopot, számítógépet nem tűr el a dolgozószobájában. Olyan élethelyzet van, amikor mondjuk golyóálló mellényt adnak rá, mondjuk beszédet mond? Vagy politikusokra, vagy felső vezetők eszek, hogy Putyin úr, ezt most neki a bőre golyóálló. Igen, ezt most azért föl kéne venni, és akkor a Putyin azt mondja, jó, belebújok, vagy nem bújok. Ha lőnek, akkor tök mindegy. Hát nyilván ő dönti ezt el, nem? Tehát van egy javaslat a titkosszolgálati vezetőjétől. Lehet olyan élethelyzet, amikor rájuk is adnak valamit? Lehet, tehát ha azért háborús övezetben van, és itt most nem csak Putyinról beszélek, tehát más politikusokkal is, tehát azért elképzelhető olyan helyzet, ha jól emlékszem egyébként az amerikai hadügyminiszter is, amikor 2001 és 2002-3-ban a Közel-Keleten volt, akkor volt olyan nyilatkozat, ahol golyóálló mellényben volt. Azért ez egy rossz üzenet biztonsági szempontból. Tehát a politikusok, illetve top vezetők azért nem szeretik ezt, mert hát nyilvánvalóan nem az, hogy bőrű golyóálló, de ők nem mutathatják, hogy félnek. És ilyen szempontból, hogyha te fölveszel egy golyóálló mellényt, és odaállsz a kamera elé, akkor ez úgy látszik, hogy hoppá, hát igen, én vagyok a világ legnagyobb hatalma, de azért vigyázni kell rám, mert lehetséges, hogy valahonnan jön egy lövés. Tehát ezt nem túl jó az üzenet, nem, igen. Nem szeretik, de van ilyen, és hát Putyin elnöknél is volt. Általában egyébként nem katonai golyóálló mellényt adnak rá ilyen esetben, az látszódik ugyanis, hanem ilyen vékony, tehát amit öltöny alatt vagy ing alatt lehet hordani. De volt ilyen, tehát láttam én is olyan felvételt, ahol azért körvonalazódott, hogy valami van az öltöny alatt. Mi jár annak az embernek az agyában, aki elfogadja ezt a testőri állást, és tudja, hogy benne van a szel, nyilván nincs leírva, de hogy neked oda kell ugranod, hogyha őt megtámadják? Ez egy másfajta gondolkodás, urak. Tehát, hogy ezt nem értik így az emberek, hogy egy testőrnek, tehát elfogadod azt legbelül, hogy az, akire vigyázol, az fontosabb, mint te. Hát de a saját életedet oda tudod dobni. Igen. És ők viccesen néznek egy testőr a Putyin háta mögött. Elnök úr! Nem, tehát azt kell megérteni, hogy ténylegesen, akik ő rávigyáznak, nem Putyin elnököt látják csak, és ezek most nem nagy szavak, hanem Oroszországot. A Best of Morning Show. Balázs Feri, Jani, a sorkatonaságról tudtok valamit? Lesz sorozás? Kérdezi egy hallgató. Vagy lesz-e sorozás? Nem, Balázs kiárta, hogy eltörölték.
Tehát nincs. Engem nem érint, ugye, mert alkalmatlan kategóriám van. Te voltál katona? Nehogy voltam. Bármikor lehetsz még úttorlasz, Feri. Nem lehetsz, hát nem vihetnek el. Nem tudsz, hogy kell feküdni. Hát nem harcolsz, csak keresztbe fekszel az úton, aztán annyi. Mondom, hogy nem. Mögé telepítik le a PK-nek. Mondom, hogy nem. Tehát még egyszer mondom, nem lehetek, hiszen alkalmatlan vagyok. A gulyás ágyú mellett neked helyed van, oda szakképzett emberek. Az egy másik dolog. Na, akkor meg megint mit keresek ott? Nem, hogy ez egy régebbi hír, hogy ugye, amit most összemosott egy csomó portál, de ezt én is olvastam, hogy most akkor újra hadkötelesek leszünk, így, mindig, akik 40 év alatt vagyunk. De hogy ez nem egy mostani. Ez egy hatalmas kacsa. Ez egy hatalmas persze, kacsa, így persze, van. valamit félreolvastak. De nektek már nem kell, hát ti már így 50 felé azért már nem 50. Kell. 50. Nem kell vonulni. Szóval a hír abból a szempontból igaz, hogy volt erre próbálkozás, hogy összeírják őket, de most nincs nem, erről szó. De ez egy 3-4 éves hír. Egyébként ezt sem értem, mert hogy tényleg, hogyha mondjuk speciálisan mondjuk egy-egy fegyvérnemről lenne szó, és itt például megint a hadtápra gondolok, Feri esetében szerintem igazán tehetnének kivételt. Tehát, hogy de miért akarsz engem berengatni azért, ebbe mert, a hülyeségbe? Sőt, én kezdeményezném azt is, hogy akár új rendfokozatokat is bevezessenek, például a főztörzsőrmester. Főztörzsőrmester, igen. Ott neked egyébként például lenne vegakaja? Kell biztosítani a katonaságot? Szerintem most már kell, vagy kellene, mert azt mondjuk tudom, hogy a NATO-nál teljesen egyértelműen van. Hát tehát, most itt baj lenne, hogy és elvinnének benneteket. Engem nyilván nem, de ha engem meg elvinnének hagymakenyérszalonna, hagymakenyérszalonna. Nem, akkor nálad hagymakenyér. Hagymakenyérszalonna, hagymakenyérszalonna, meg egy vega. Hagymakenyér. Te elképzelhetőnek tartod, hogy kapsz külön vega kaját? Mert én biztos, hogy nem. De tehát már nem is lesztek katonák, hát ne aggódjatok. Itt most ugye a határvédéssel kapcsolatban vették számba a honvédséget, de nektek nem kellene menni. De azok szerződésesek, meg hivatásosak. Persze, nektek nem kell, nem kell. Amikor Jani bevonulna, akkor is, ha bármennyi éves lenne. Majd én megyek. Az is igaz, hogy jó, te mennél. Tehát, hogy akkor hagydobjuk vissza a labdát, hogy ebben az esetben mondjuk te lennél egyedül veszélyeztetve három közül a koronnál fogva. 40 év alatt vagyok, így van. Tehát én a 38 voltam idén, ugye? Az azt jelenti, hogy még van két évem. Igen. Hát az én katonaságom az, aki velem jönne be, az hát, gyerekek. Az hello. Szerintem az első nap annyi lenne nektek. Lenne egy örömszázad. Ha velem a média század, tudod. Ha velem vonulsz be, ott jó buli van. Hát mondjuk, ott jó buli van. Ébresztő reggel 3-10. Tehát onnan indulunk. Hát onnan indulunk. Ha odáig eljutnánk, mert onnan indulunk. Szinte biztos vagyok benne, hogy először is, hogy felröppen a hír, életedben először fordulna elő az a dolog, ami akkor bekövetkezik, pedig az, hogy elkezdenéd magad öregíteni. Én már elmúltam. Mindent bevetni. De még tételezzük, hogy tessék, be kéne vonulnom. Mi volt az utolsó? 9 hónap. Ugye talán az volt a legutolsó, aztán véget ért. Vagy még volt fél év is talán, nem 6 hónapos is. 6 hónap volt, igen. 9 hónap, 6 hónap is utána lett vége. Na, az aztán teljesen értelmetlen volt. De mi van a bevonulásnál? Utána bevonulsz, és megnézném, hogy hogy tudnám megreformálni a hadkötelességet. Első ugye van az igen? Egészségügyi felmérés, jó vagy, utána a ruhaosztás. Uh-huh. A barna alsógatyákat szépen fognál így egybe, stokiba, és akkor ott elkezdeni, hogy én csak a Dolce & Gabbana-t mondom. Ez a kis szekrény, amire pakolsz? Ne, a stoki ez a szék. Az a szék, és akkor stoki rá hajtogatsz. Ez egy kis négyszögből kis székecske, amire úgy kellett ráhajtogatnod a ruhát, hogy egyik oldalról se lógjon le. Tehát tök értelmetlen. Így kellett volna összeraknod. Hát már eleve tényleg a barna alsóknál megkérdezni, hogy ezek most szennyesek, vagy tényleg ilyen szívű? Tényleg ennyire ronda, ungarító, hogy ez zöldes barna színe van? És akkor meghallanám azt a mondatot, hogy atomvillanás balról, Nem tudnék más, csak röhögni. Ti, akik alázatosan levetettétek magatokat a földre, érted, és azt gondoltad... Balról sebesség! Kiégett a szeme, maga halott, magának annyi vége van. Szóval komolyan mondom, ekkora baromságot, hát ez hihetetlen. Atomvillanásbarról, látom a stokit közben. Atomvillanásbarról, csak jól nézd meg, mert úgyis egyszer látod. Ugye ez volt a felkiáltás. Így. Bevetetnéd a kis katonai zubbonyodat, hogy itt oldalt ne legyen ez a lifegő rész. Elnézést, gyere be a Slim Fit. Igen, az én seregem, az én követem, hogy ébresztő 3-4-10-kor. Mert ti mikor keltetek? Fél hat. De minek kellett? Egész tök hosszú a napot, de minek kellett olyan korán kérni? Így sem csináltatok semmit, mert úgy sem csináltatok jó, semmit. Jó, hát negyed óra csak az volt, amikor álltunk egymás mellett 60-an a piszoáraknál, így szépen így sorba, és mindenki próbálta meg könnyíteni magán. De hát nyilván nem sikerült, mert jobbra néztél, balra néztél, kb. Ugyanazt láttad, amit félkész vagy kész állapotban. Utána mi volt?
Hát utána mentünk a reggeli tornára. Jézusom, de nyomorúságos. Reggeli torna. Reggeli torna. Csak ugrabugráltatok ott hülyen? Hát jó, hát ez esetben nyilván az lett volna, hogy mondjuk a transformátor ház mögött a többi haveroddal együtt a médiaszávazatból ott álltál volna, hogy hívják az Istenes Bencén. És ott ott hívják, néztétek volna, hogy elmentem már a főtörzs. Médiaszázad, mi? Médiaszázad. Ti ott előre reggeli tornáztok, mondjuk együtt vonulunk, mi hátul bandázunk. Tehát mi megpróbálunk meglugni a reggeli tornáról, és mi hátul való négy előtten nagyon röhögve bandázunk. Aztán visszamentek, mosakodtok, hát mi jobb, Bence mondjuk dezodorált, te mosakszol is, és utána pedig szépen felöltöztek, eldugjátok a hajatokat. Ez egy nagyon fontos mozzanat. Olyan nincs, hogy én ha bevonulnék, akkor én ott valamilyen tényleg média század lennék, és amit ti reggeli tornáztok, meg ugrabugráltok ott hülyén, addig én még mit csinálok nektek egy reggeli rádió műsort? Tehát az nem lehet, hogy én nem megyek kifutóra, meg nem megyek futkosra, vagy sehova, hanem én szolgáltatnám a reggeli rádió műsort. Tehát én lennék tényleg a média század, összeválogatnék még egy-két arcot, és lenne egy reggeli rádió műsor. Vagy amikor hülye hajtogattok, meg ugrabugráltok, meg nem tudom mit csináltok, és értelmetlen, elővitek azt a 6 darab lőszert, addig én egy reggeli rádió is. Másfél év alatt 9 darab lőszer. Igen. Ha besült, akkor csak 8-at tudtál. Igen. Mondtam, egyes lövés sebestjén, egyes előtt az egész éves. Jó, na menjünk, együnk valamit. Együnk valamit. De ezt a részét szerintem élvezted volna. Gránátot dobálni, meg itt egy géppuskával lőni, meg lőni az oldalfegyvereddel, ami nálad ugye hajsütő van. Akkor lehet, van egy kis szekrény, ruhás szekrény, hogy letomrak a tisztelmet a hajsütővasamat, tehát én oda le tudok pakolni, ott a körletben volt, hogy volt egy emeletes ágyad, és nem volt semmi. Vagy... Igen, tehát bementél, és azt tudom, hogy akkor ez az én gardrobom. Nem, Balázs, ezek egy magája ebből a gardrobból, ez az egy szekrény, az összes többi pedig a század. Ruhákat beakasztani, vasalót bedugni, gőzölőt hozni. Hát, ez nem nekem lett volna kitalálva. És mit tanultatok ott? Volt valami értelme egyébként? Volt. Mondj valamit, amit én ott még nem tudhatok. Hát például mondjuk... Tudok nyomni 10 darab fekvőtámaszt. Az na, no, ez például szerintem simán menne. Mi történt a reggeli torán? Hülyén futkostatok? A reggel, hát nyilván a klasszikus, hogy hívják, magas térdemelés. Jaj, ne! Hogy hívják, sarokemelés. kis kék rövidnadrágba, fehér trikóba, ilyen bordás trikóba, ami egyébként most nem elég divatos megint, és kis piros csík volt így végig a trikónak a szélén, fehér dorkó, és fehér zokni volt hozzá, emlékeim szerint. Ezt is adták? A fehér dorkót? Igen. Miket hülyén kinéztetek? Azt nem értem. Tehát miért kellett mindenkinek úgy idiótának lenni? De mert nem volt stylistunk. Tudod, miért nem stylingolt ezt valami? Mert normálisan nézzetek ki ott, amikor rohangáltok magas térdemelésbe, hajnali 3-4-6-kor. Ez nem így működött, mint az egy perc és nyersz, hogy bemész egy ízébe egy szobába, és akkor ezt nem, ezt igen, jó, ebből vegyetek be, ebből igen, ezt fel, jó, ez rövid időben jó lesz, oké. Ez milyen lett volna, velem vonulsz, tényleg, és ruhahúztásnál nyomok egyet. Ezt felveszem, ezt nem, ebből varatni, ezt limfit, ezt nem, ezt köszönöm, ezt vigyék vissza. Te meg álltál mellett, a kis tokira hajtogatott kis ruháiddal mellettem. Sokat lazultál volna, ha velem vonultál. Képzelj egy orvosi vizsgálatot, igen. Mi az a torlódás ott elől? Alás, jó, végeztük már, nyugodtan elengedheted a bokára. Léci, megy az idő. Biztos, hogy minden rendben? Biztos, hogy nem találtak, hogy semmit. Minden... Higgyék el, ott még van valami, ugye, amit nem néztek meg. Na taníts meg valamit, tessék. Mondj valamit, hogy megtaláltad, tessék. Meg szeretnél tanulni? Vigyázt verni. Mit? Vigyázz. Verni? Én mindig úgy verek, hogy vigyázz. Vigyázz, mert verek. Vigyázz, mert így most itt most pálya van. Vigyázz az én a spárba. És üvöltök, hogy pálya, pálya. Jövök. Vigyázz verni. Ha vigyázz verni, az hát mi? Ez gyakorlatilag ez a díszlépés. Amikor például előjáró volt, mondjuk egy előjárónak tisztelek, tehát lakta, hogy a parancsnok ott volt ki, és a század elvonult előtte, akkor a bakák, hát ez ennyi régi kifejezés, akkor a honvédek, vagy elvtársok, bajtársok nekem mindenből kijutott, akkor szépen vigyázt vertek előtte. Ez azt jelenti, hogy nem hajlítod a lábadat, meg így térdben, hanem szépen egyenes lábbal úgy, hogy a surranónak talpát odavered jó keményen az aszfalthoz, szépen eltrapolsz mellette, miközben a két karodat, két oldalt leszorítod a csípődre, a fejedet pedig felemeled. Micsoda baromság, hát így nem jársz. És oldalt kinézel az előjáróra. Hát persze, hogy nem, hát ez egy, tehát hogy... De miért nem volt ennyi, hogy hello főnök ez? Miért nem volt elég? Csákomákó. Tisztelet a bájkomákó. Mi a bája? Miért kellett ezt ennyire? Tehát miért nincs egy hello főnök? Alás csótány! Hello! Hello főnök, azt, hogy rendben van? Adja neki rendesen? Jól van, ha baj van, szóljon. Jövök. Tehát nem is értettem ezt. És akkor elvonultál ilyen merev nyakkal balra nézve díszlépésben? Igen, előjáronak tisztelleg.
megadta ezt a századparancsnok például, és azt mondja, hogy előjáróan tiszteleg, és akkor oldalcében kinéztél abba az irányba, amerre az előjáró volt, és feltartottad a fejedet. És mit csináltatok ott maradék 22 órában? Tehát egyébként tényleg? Mi történt még? Hát, előttétek a 9-et, reggel masíroztatok kisgatyában magas térdemelésbe, és? Hát, várjál, hogy Szűcs Juditról néztünk ki a tapos posztele. Bírói capoksiak. Egyébként igen. Tehát, de tényleg, például de miről benne, szólt? Ez benne volt. Hát a szolgálatokon elmentünk szolgálatba. És akkor 24-24-ben én például egy éven keresztül voltam 24-24-ben 24 óra szolgált, 24 óra pihenés, vagy a kapuszabán, vagy egy őrtoronyban. De az ellenség... Figyeltem egy erdősávot, amiben nem történt semmi. A Petőfi-laktanyánál a Baksomóhódban nézted az autókat, és figyeltem, hogy ne jöjjön ellenség. Én Nagy Tarcsán voltam, ott annyiból jobb volt, hogy ott egy erdőt láttam. És úgy jegyezni kellett, hogy két szajkó meg egy cigány átrepült. Jobbról azt hiszem róka. Balról mókus. De mikor jön már az ebéd? Éreztétek, hogy ez nem egy komoly dolog? Vagy hogy valami kicsit röhelyesben vesztek részt? Mert hát azért az persze kellett, ott meg népnevelő hatása volt, meg a fiatalok rendet, fegyelmet tanultak, szerintem többen szoktak rá dohányzás, és lettek alkoholisták, mint amennyien sportosak egyébként. De hogy te akkor, vagy te nagyon védted az erdőt. Te ott nagyon védted nagyon, az erdőt. Nagyon, nagyon, vagy senki. Láttad magad kívülről, hogy te most hülyén állsz és véded a semmit. Ki vagy Süli? Azért kezdve, hogy akkor az ember tudja, hogy a semmit védi, vagy nagyon keményen állott a kis gépfegyverével, puskával, AK-val, nem tudom, és nagyon véded az erdőt. Te melyik voltál? Nem, nálunk... Nagyon védted az erdőt? Nálunk volt egy nagyon komoly objektum, a 32-es, ami mondjuk így egy ilyen... Egy gázolajraktár, vagy Nem, ez egy ilyen... légvédelmi, légoltalmi vagy harcvezetési pont volt a föld alatt, tehát ugye ezért ez egy elég komoly objektum volt, és azért ott láttad, hogy van értelme. Aha, a dolognak. És ez működött, tehát, is ez az objektum, igen, vagy csak volt? Igen, jó sokáig. De mi egy kibelezett most valószínűleg meg fognak kellett védeni? Vagy most nem tudom, hogy a titok tartási már lejárt-e, úgyhogy lehet, hogy kinyírnak. Tehát 15 éve nem repült még 21-est őriztetek? Vagy mi volt? Nem, azt a harcvezetési pontot, ahonnan irányították a migeket. Aha. Azt mondja, na az komoly. Tehát, hogy az egy komolyabb objektum volt. És volt ilyen, hogy tényleg jött egy most biztos csipestét termesztenek benne. És jött egy nyest, és ráfogtad a fegyvert, és felszólítottad, hogy állj ki, vagy egy ilyen nem volt? De fostál egyébként, féltél? Persze. Igen? De mitől egyedül vagy? Egy őrtoronyban is egy puska van nem nála. Attól féltem, hogy bedobom a hunyót, és jönnek, és hogy általában azzal az szórakoztak, más, hogy fémvázra épültek az őrtoronyok, és amikor kijött a váltás, és látták, hogy elaludtunk, akkor fogta, és az AMD-vel rávert egyet a fém szerkezetre, és akkor átszólt, mint egy ágyulövés, és akkor ott összeszokott. És itt miért kellett mindennek ilyen hülye feladatot adni? Vagy nevet adni? Tehát azt tudom, hogy az őrség az a kötött formájú harci feladat. Mi? Az volt az őrség. Igen. Kötött formájú harci feladat. Mi őrség? Igen. Ez miért kellett ilyen hülyén fogalmazottak? A pulóver is ilyen például. A pulóver is ilyen. Az őrség volt a kötött formájú harci feladat, ez igaz? Igen. De ez miért nem lehet azt mondani, hogy Jani, mennyi őrködjél? Védd meg az erdőt, hogy a bátyától? Bátya volt katona? Ő volt katona, igen. Ő volt katona. És aztán el is menekült az ország. És aztán mondja, hogy neki ebből ő soha többet nem kell. Vagy tényleg, tehát amikor nem röhögtetek hangosan, amikor azt gyakoroltátok, hogy hogy ugrotok be abba a kis zubonya, ha jön az atomvillanás? Tehát ez valaki tényleg a honvédségnél komolyan gondolt, hogy az atomvillanást meg kell tanítani, hogy atomvillanás barom, feküdj le a földre és dob magad a zubony alá? Hát, nem egy elmeháborodott volt, hogy atomvillanás barom, feküdj le a földre, és ugorj be a kabátod alá, vagy mi a zubbony, vagy nem tudom, hogy mi volt az cucc, amit így magatokra kellett hajtogatni. Volt egy ilyen. Mikádó felső, vagy valami ilyesmi. Atomvillanás barom, feküdj a földre. Ki volt ez az SMM? És ott nem röhögtetek? Hát dehogy nem. Hát nem is voltak az atomvillanás barom, most! Oké, elment! Már nem villan. Nagy Tarcsa határában volt egy ilyen szeméttelep, ahova hordták ki a településnek a szemetet, és arra ugye ilyen földréteget hordtak, és akkor így komposztáltuk, hogy mit tudom én, így takarították a szemetet, és minket oda vittek ki lövészteknőt ásni. És az rohadt idegesítő volt, mert állandóan elakadtak a teljes zacskókban, tudod, az ások, és akkor így nyilván volt egy ilyen része is a dolognak, hogy halálosan komolytalan volt, de hát de ugyanakkor meg jó is volt. Tehát voltak benne jó dolgok is. Micsoda? De hát a közös pornónézés. Erre gondolok. Na, ez lesz a tiéd. Te leszel a mozi felelős. Általában gyengúszan néztük. Ha én bemondulok, akkor reggeli rádiomisor szolgáltatás, ha még 40 év alatt egyszer a pártunk s kormányunk beránder azt mondja, hogy újra hadrendbe kell állni, védeni mondjuk a határvonalat. Figyelj, a plakátokon te leszel. Nem fogok pucsítani egy régi esmercin, úgyhogy nézzetek engem, hogy szépen nem állok, nektek egy tornadresszbe pucsítani. Gyere át szombat este.
Igen, felveszem bíróica, ez a tornadresszét, és pucsítok nektek egyet. Ne, ti már nem vonultok sehova. Tehát ti otthon szépen pihenjetek, mi intézzük a hazavédelmet. Ti szépen pihenjetek ott itt közel az 50 felé, 40 alatt, mint nem tudom, mi lesz. Csörögni fog a telefon, és azt mondja, hogy egy nagy sóhajtás, de azt megmondom valaki. Jani, tudom, hogy már 45 vagy, de... Hallod, ezek a Balázsék, be tudnál ugrani. Gyerekek, ahol én ott évre. Vagyok, ott móka kacagás van. Hogy velem nem fogsz te magas érdemelésben futkorászni, az biztos. De hogy jól fogsz szórakozni, az is biztos. Kitáraz csőre tölt elsőt, vagy elsőt kitáraz csőre tölt, vagy belenézek, jól kitisztítottam. Jó, hogy nálam egy fegyvertisztítás, ott is jól szórakozná. Nem, az a baj, hogy minél röhelyesebb egy szituáció, meg minél nagyobb baromságokat kell kitálni, mindig, amikor laktanyába forgatunk, vagy a Wunder alatt is bementünk. Hát ez vagyok zseniális. Helyesek voltak, aranyosak voltak, de ez a aj, vigyázz, kötelez, én ezen nem tudok más csak nevetni, de persze nyilván tudom, hogy a katonásság az így működik, hogy nem kérdőjelezheted meg, hogy ki milyen parancsot kap, végre kell hajtani, meg kell adni a fegyelmet. Egyébként nem működne, mint szervezet. Én ezt értem. Tehát ez kívülről látva, hát ez... Tehát pedig ők abszolút elit katonák. Hát hogyne, és nagyon, normális. És brutálisan jók és erősek, persze, csak ezt... Volt például egy palánkra való felmászás, és akkor az egyik profi nyilván egy ilyen Afganisztánt megjárt veterán volt, tehát így tényleg egy rohamlövés srác volt, és így fel volt. Palás 10 percet gimnasztikázott rajta. Nem, azért, mert rám tettek kettő darab bográcsot, hogy nyakamba kaszottak három darab ágrácsot, és azon röhögtek, hogy egy ilyen 4,5 méter falon nem tudok elsőre átmenni, de rohagyatok. És beakadt a bogrács, hogy egy fegyvert hagy vegyek le, a fejembe nyomtak egy ilyen szintén bográcsot, tudod, föl akkor mi 40 kilós menetfelszerelés volt, hogy fussak át azon a palánkon. Oké, srácok, nyilván, persze. Csak elkezdtem bockodni, és nem tudok menni. Írtam, figyelj, eleve elkezdtem futni, és míg oda futottam, már nagyon röhögtem, akkor jött a Jani bakot tartani, akkor ketten másztunk át, átestünk a másik oldalon, szórakoztunk. És mit kell csinálni, atomvillanás van? Akkor taníts meg nekem. Elköszönni a családottól. Leginkább. Gyorsan egy SMS-ben. Na, Istenem, hát kicsit most már sajnálom, hogy nekem ez kimaradt. Hol tudom képzelni, hogy figyelj, volt egy ilyen móka része. Ott inkább szerintem a kosztba öregedett volna bele a Feri szerintem. Inkább az. Nem volt egy erős? Ha! Jó, látom. Gyenge volt a kaja? Hát igen. A honvédségi tarhonya. Hát ott befogtak volna téged, csináltál volna nekünk. Hát de nem volt, nem lett volna miből, gondolom. Ez egy tarhonyát is meg lehet úgy csinálni, hogy ehető legyen azért, ha, nem? Ha van még hozzá valami, de hát azt szerintem hazahordtam volna. Ott három adás után besült volna a receptdaráló Laci Horácsekkel. Nem megy gyakorlatilag az a három recept ment így körbe, vetésforgóban. A tarhonya, a krumpli paprikás, meg a leves. Igen, és reggelire meg a lilahagyma, ha volt lilahagyma egyébként, mert inkább vörös volt, vöröshagyma, kenyérszalonna, viszolátás, gyíkus koncert, bagdatus, májkrim. Azt mondja, aki idézett a szolgálati szabályzatból. Állj egyenlő a fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abba hagyására irányuló felszólítás. Ezt te tényleg meg kell magyarázni, ezt, hogy állj. Állj, Józsi, tedd le, fejbe lövett magad. Tehát a fegyverhasználat alapjáról szolgáló cselekmény abbahagyására irányuló felszólítás. Neked ezeket meg kellett tanulni? Mindegyiket. Vagy te, őrkatonaként ezeket mindegyiket. Igen? Kivétel nélkül. Volt ilyen 12 pontotok is? Persze. A katona, ahol tud segít. Nem dobál, persze, ment elő egy kis dobos, és ő vezetett fel minket. Nem, én biztos azt néztem volna, hogy mit lehet csibészkedni. Tehát a tankok benya és gázolaj leszívása, a szolgálati autók elkötése, a családod meglátogatása, ha sofőr vagy, miközben valahol éppen egy fejest viszel valahol, és azt, hogy most egy óráig itt leszek bent. Szóval, hogy ebben is meg lehetett találni, gondolom én, a csibészkedési faktor. Ha csak volt vér a pucádban, én végig így éltem. Tehát én valószínűleg ezt a 9 hónapot is így mulattam volna végig. A készeléti autókból a benzin leszívása, tudod, tehát ezek a nem mennek, ezek már sehol kategória volt mindegyik, mert kint álltak szépen, és mindegyiknek csont száraz volt. Az volt a legjobb, amikor elkezdték lopködni azokat a birkákat, amiket azért tartottak a különböző külső objektumokon, hogy mindig le legyen vágva a fű. Gyakorlatilag ilyen biofűnyírók voltak. És akkor érted, elkezdtek eltüledezni a birkák. Viszont megjelent a birka pörja. Figyelj, ott mindent. Hát csak mondom, hogy az egyik század, a századból az egyik öregnek, aki kutyás volt, a szekrénye mindig tele volt tojással és tejporral.
a nyomorult kutyát megették a nem tudom mit. Mert meg volt határozva, hogy minden egyes őrkutyának naponta egy tojást kellett adni. És akkor kinyitotta a szekrényt, és ott volt benne 60 tojást. Lenyúlta? Simán lenyúlta. A barátnője pedig viszonylag sovány volt, és ezért hordta haza neki a tejport. Sovány volt. De írják egyébként, egy volt katonatársa valószínűleg, igen, lakosotó volt a parancsnok, akit mi csak hatos lottónak hívtunk, és a mi egyik századparancsok helyettes volt, Keserű Főtörzső. Egyébként rettenetesen jó fej volt. Voltam szemtanúja például éleslövészeten egy olyan esetnek, amikor ugye ilyen nehézségi gyújtóval voltak ellátva ezek a kézigránátok. És hogyha ezt nem megfelelő lendülettel dobod el, akkor egyszerűen nem gyújt be. És volt olyan, hogy odajöttve a kis így, és így eldobt, és elrepült 5 métert. Keserű Főtörzs kiugrott a lövészárokból, kiment a kézigránátért, fogta, eldobta, robbant. De hogy, ja, hogy ez éles gránát? Persze, ez egy éles, lövészet. Ez nagyon sutának kellene, hogy magad elé dobd 1 méterre, nem? Tehát egy király, egy kicsit eldob magad elé, hát azért... Hát ez így tűnik. Jaj, robban. Jaj. Nagyon sután. Jaj. Jaj, de messzire. És Keserű Főtörzs kiugrott a lőszárokból, és egyszerűen fogta, felkapta, eldobta. Szóval azért volt olyan a pucájában bőven. Keserű Főtörzs, hogy mi? Nem. Egy régi rokezd leszáradott Keserű a Főtörzs. Keserű Főtörzs. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mit mond? Aki most elmondja egyszer hogy helyesen. Senki nem tudja elmondani. Mit mond, Feri? Minek a múzi zsazamán. Tessék, mit mond? Iminiko mananarei. Persze, iminimi, szeminimi. Jubatua minimi. Na, hogy már. Iminiko manamiko. Ja, nem az. Na, mennyivel jobb? Ininiko mananiko ananekare, valami ilyesmit mond, nem? Ez már egyébként egészen hasonlított, nem ezt mondja? Ininiko Ininiko ananiko amanakare. Nem valami ilyesmit mond? A mananare az biztos benne van. Nem ezt mondja? Meg az aniko is. Na. Ininiko mananiko mananare manano. Jó, ezt már esetben kaptam. De gyerek, ez hogy szült? Ezt csak ült, ezt egyszer felmondta, és aztán megtanulta? Vagy hát valószínűleg tudta, megnézett valami ilyen japán filmet, ami nem volt szinkronizálva, és abból sikerült. Ilyen egyetlen japán filmben sincsen, Feri, hogy Iniko Mananakiuma Ré. Mi? Ez jelent valamit japánul? Persze. Hagyjál már. Googli? Ja, azt mondja, hogy így fonetikusan? Akarjátok tudni, mit mond? Na. Itt van előttem. Iniko Mana Niko. Aha, tehát a Niko. Nana Erej. Aha. Erej. Ezt mondjuk már a, hát ezt mondjuk már a Noel is elmondja. A Niko az egy név. In Niko. És ez jelent valamit? Ez én vagyok Niko. Dehogy is. In Niko. Iniko. Vagy Inikől, vagy Enikő. És ez mit jelentett? És ez jelentett valamit valamikor? Nem mond már. De. Mit jelentett? Azt mondta, hogy ez az első slágerem, nagyon várom már a jogdíjakat, amit az Artist Youth fog nekem utalni, ha egyáltalán bejelentem. Minden szecsuáni nyelvjárásban, persze. De ennek semmi értelme, gyerekek. Viszont szeretem, csak kíváncsi lettem, hogy ez hogy szűr. Ezt mondja. Iniko mananiku mananana rej. Ezt mondja, vagy valami ilyesmi. A manana erej. Manana erej. Ereje. Ez kamu, vagy valamit ez jelent? Biztos, hogy jelent valamit. Jelent valamit? Szerintem a mester üzenni akart valamit, tehát úgy kamu, hogy ez nem japó szöveg, ja, valami japó van mögötte. Hogy örülhetnek a japán? Japán szöveg, ahogy valami van mögötte. Hogy valami van mögötte, ennek van egy rejtett ez jelentése, titkos, amit nem tudunk, dolog. És ezzel üzent. Hát igen, mert azért Kozsó mégiscsak a magyar popzene Leonardo da Vinci-e. Én azt gondolom, hogy... Hát, az egy picit erősen fogalmaztál, de vagy, így van. Vagy mégsem, már nyilván ott gondolom, lehet, hogy ez egy picit csok volt, de hogy szerintem biztos, tehát hogy ő csak egy ilyen kamu halandzsa dumát nem rakott volna be a szövegbe. Szerintem ő összerakta, hogyha nem is tud japánul, akkor is mondjuk egy szótár segítségével összerakott egy japánnak tűnő szöveget, ha nem gondolta azt véletlenül, hogy nem, hogy a szamurájok azok kínaiak. Nem tudom, hogy nem, ez nem kínaiul van, mert azt hitte, hogy kínai. Igen. Úgyhogy szerintem biztos, hogy van ennek. A legdurvább, hogy ebben a dalban egyébként az is benne van, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. És azért az, gyerekek, hogy erre tömegek táncoltak 1995-ben egy olyan dal, amiben az van benne, hogy mi volt, hiszi a piszi, aki elhiszi. Előtte volt egy... Nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi.
Nagy az, aki nagy, aki kicsi, aki kicsi, hiszi a piszi, aki elhiszi. Hm. Jól összezavarta a kedves hallgatók. De komolyan mondom, én ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem. Na tessék, Google Translate, üssétek be. Niko? Vagy valaki tud japánul, csörögjön már fel bennünket. 855-55-00, csak van egy olyan hallgatónk, aki beszél japánul, hogy ez mit jelent? Mit akart nekünk ezzel már 1995-ben a mester üzenni? Egy japán ajkú hallgatónk, jó? Te mindig csak mond a szöveget, Feri, hogy tudják azok, akik nem ismerik. Helyesen, mond még egyszer? Odaiktam, hogy Iniko. Figyelj, mindjárt megtalál, igen. Iniko mana, niko mana na erej. Iniko mana, niko mana na erej. Ez a szöveg. Mana, ki kifut a tej. Ja. Ne! Benne van, tényleg? Hiszi a biszi, aki elhiszi. Tehát én ezt elhiszem. Na most a Translate-be ugye van egy ilyen funkció is, hogy amikor te azt beírod, akkor ő azt felismeri. Tehát van egy ilyen nyelvfelismerés. Uh-huh. Na, ez nem funkció, működik. Ez most itt nem jött össze. De írj be japán betűkkel. Hát most nem tudod japán betűkkel beírni. Jó. Hát dehogy ne, hogy ne tudnám már. Hánalmas vagy. Miért ezt mondod? Japán betűkkel írt, ne legyen hülyek. Hülyét csinálok itt magamból. Hát miért nem japán? Na, írjam, oké, beírom akkor. Klaviatúra. Mik is ezek a kanjik, amik... Ja, igen, meg is van. Ne úgy írd, hogy mi írnak. Hát természetesen, hogy japán betűkkel kell beírni. Ne legyél azért ennyire iskolázatlan, hogy nem japán betűkkel írod be. Írd be. Azt írja, hogy hallgatok, hogy gyerekek, japán szakos vagyok, ez eltén. Higgyétek el, semmit nem jelent. Hívjuk föl annak. Azonnal fel, tegyük adásba, megfejtetjük vele, hogy ez valóban mit jelent. Elsőre lehet, hogy nem jelent semmit. Mi van, ha ez... De! Mi van? Mi van? Hát, hallod? Figyelj, beírtam azt, hogy japán nyelvfelismerés, és a keresési javaslatra kiadott nekem egy szomorú szamuráj dalszöveget. Nem, egy ázsiai kislány szöveg. Mutatom, basszus, nézd. Tehát azt már beírtam, ugye fonetikusan ezt az inniko manna niko manna na erejt. Igen. Erre a keresési javaslatra kiadott itt alul egy ázsiai szöveg. Na hát, na, és igen, és... Na figyelj, rákattintok, és vannak benne értelmezhető betű. Magyar szöveg. Értelmezhető betű. Van, tenni, ilyen, például, között, egy. Aha. Azta. Mit akart ezzel van üzenni a mester? Van, tenni, például, mind között, egy. Hát nem érzitek a mélységét? Van, mind között, egy. Hát magassága nincs, az biztos. csak mélysége van. Gyerekek, valaki, aki japánul tud, telefonáljon már nekünk. Jó? De fejtsük már meg, lehet, hogy gyerekek, a Kozsó már egy ilyen kis haiku formájában már 95-ben valami olyan mögöttes jelentés tartalommal ruházta fel a saját dalszövegét, hogy a szabad kőművesek értik, csak az illuminátusok, mi pedig hülyén állunk itt lassan 20 éve a dalszövegét, és nem tudjuk, hogy Kozsó ezzel nekünk üzen. Hogy mit üvöltött bele Bétót László a péntek este éjszakába, a Petőfi csarnokba, amikor együtt kiabált, és lássam a kezeket, és most mindannyian egyszerre, hogy inniko mananiko. Mert az a mi kicsit balga, alulművelt szemünket, hogy ilyen szépen képzavarral ilyen, kiszúrta az, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. Ugye? Az a terelés? Az a terelés, de közben azért belerakott egy ilyen mélyebb jelentéstartalmú szöveget, ami esetleg akár még jelenthet is valamit. Hát ez a sok közül te vagy az egy. Hát azt mondja, hogy mind között egy. Ugye? Nem ezt fordítottad le az előbb? Mind, egy, nem figyeltél fel. Között. Van tenni. Ilyen például között egy. Na. Kozsó azt mondta egy riportban, figyeljetek, hogy ősi szamuráj mondóka. Aha. Története. A kisfiú elmegy egy tóhoz, amikor a korsót bele akarja meríteni, arrébb megy, aztán az apja megtanítja, hogy minden többször kell megpróbálni a siker érdekében. Ez egy mondatban benne van? Igen. A kisfiú, aki elmegy a tóhoz, belemeríti a korsót, de az apja azt mondja, hogy többször meríts bele, mert akkor sikerélményed lesz. Ez az inniko mananiko manana erej. Ez ezt jelenti. De egyszer, ha merítesz, nem tudod megmeríteni? Vagy miért kell többször meríteni? Lukas, akkor addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Na! Aha, de nem tört el, és nem kút, hanem tó. Ja, tó, és addig nem tört el, csak a tóra, érted, amíg nem törik el. Így van, és hogy az idősebb szamuráj tanította a fiatal szamurájt, hogy többször kell próbálkozni, még ha elsőre fáj is egy kicsit. A japán fordítás azt jelenti, tudok japánul, írja Péter, vedd meg a CD-met, jó gazdag lesz. Na, itt van velünk Nimród, aki tolmács. Hello Nimród, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Te japán tolmács vagy, ugye? Igen, japán nyelvoktatással és tolmácsolással is foglalkozom. Konnichiwa Nagasaki. Ja. Mióta csinálod? Hát egy 8 éve foglalkozok ezzel. Annyi szép, mondjuk szép a japán nyelv, de hogy miért választottad ezt? Mert hiány szakma. Hát én először harcművészetekkel kezdtem foglalkozni, egyszerűen beleszerettem a kultúrába, aztán japán feleségem is van, itt a családban is japánul beszélünk,
úgyhogy valahogy magával ragadta ez a dolog. Japánul beszéltek a családban, és japán feleséged van, tényleg? Ez milyen érdekes. Így van. Kintről igen. Hoztad bőrönben, vagy itt ismerkedtél meg vele? Hát jött utánam, azt mondta, hogy követ a világ végére is. Úgyhogy így alakult. Mert én kint éltem Japánba, ott ismerkedtünk meg, és akkor jött velünk. És már jöttél volna haza, hagyjál már! Miért nem mész? És gyerekek is vannak? Igen, van két kisgyerekünk. És akkor nyilván ők is már magyarul és japánul is beszélnek. Így van, így van. Itthon ők is, az édesanyuka japánul, velem pedig magyarul beszélnek. Hát a kicsi még csak egy éves, ő nem, de a nagyobbik, a kisfiunk, 6 éves, ő már nagyon jól nyomja a japánt. És eszik pálcikával, eszik villával? Persze, mindkét. Szelete a katanával. Igen, használja a szaburájkardot. Igen. Na, figyelj ide, hát van ez a Kozsó dal. Biztonság kedvéért meghallgattuk, a feleségem is megnézte, hogy mondom én, hogy nem értek belőle egy munkot se, hát hogyha ő, aki japán, azért csak, de egyértelmű, hogy semmi értelme nincs a szövegnek. Ne, tehát, se, az egy darab szó nincs benne, ami legalább japán lenne? A két sor végén találtunk a rei, ugye az első sor reire végződik, uh-huh. A második meg kohei. Ennek éppen van értelmük, de nem áll össze semmi értelmes. A ré az azt jelenti, hogy példa, vagy példát jelent leggyakrabban, igen, a kohé pedig meg ilyen kis katona, tehát a legalacsonyabb rangú katona. Ennek így van értelme, de az összes többi szónak semmi értelme, tehát nem is lehetséges, hogy a japán nyelv szabályai szerint, ugye szótagról van szó, szótagírásban használják a nyelvet, tehát az a lényeg, hogy két másra hangzó egymás után nem lehet. És az a két sor teli van. Tehát még egy japánnak tűnő szövegnek se felel meg. Igen, nem is tűnik japán nyelvnek. Simán lehet, inkább hogy németnek mondanám. Hogy a dalszövegírás is úgy történt, ahogy sok klasszikus pop meg rock dal esetében, és stúdióban még hiányzott belőle két sor, csak ahol véten a Kozsó egy nap előtte látta az Öld meg a Shogun című klasszikust, és erre emlékezett, erre a két szóra. A többit meg így mellé költötte. Igen, igen, ez elképzelhető. A párod egyébként megtanult magyarul? Tehát ő beszél? Hát nem igazán, nem igazán. De, uh-huh. De úgy. Legalább annyira lehet egy japánnak megtanulni, annyira nehéz lehet megtanulni magyarul, mint nekünk megtanulni japánul, nem? Tehát mind a két nyelv szerintem nem, nagyon nehéz. Sokkal nehezebb. Nekik sokkal nehezebb megtanulni a kiejtés miatt. Nekünk a japán nyelv kiejtésével nincsen gond, tehát az kapásból megy. Eleve mellünk ugye 5 magánhangzó van, vagyis a japán nyelvben 5 magánhangzó van csak, a magyar nyelvben meg 13, egyszer megszámoltam, úgyhogy majdnem 3-szor akkora a hang készítünk, mint a japánoknak, nekik fordítva nehéz tágítani, nekünk egy leegyszerűsített nyelv ilyen szempontból a japán. Hm. És van még olyan, hogy esetleg így nem értitek egymást, mint hogy mondod neki, hogy szívvel 2 hét után már azért elmosogathat, mert még mindig nem érteni nyelvet. Hát, persze, ilyen vicc-szinten ez. De nagyon nehéz volt neki asszimilálódni, hát azért a magyar kultúra nagyon más, mint a japán kultúra, tehát nem más hagyományokra épül, nem? Ez hát nagyon igen. Más lehet. Nem könnyű, de mikor kérdezem, hogy mi az előnye Magyarországnak, mondja, hogy földrengések nincsenek, annak ugye nagyon örül, meg hogy vannak ezek a kabócák, a szimi, ő azokat nagyon utálta, és hogy azok sincsenek, tehát sokszor nem tudunk a rejtett értékeinkről, hogy ezeknek nagyon örül. Hát, amíg mészárolják a bálnákat, én nem tudom őket megszeretni. Komolyan mondom. Tehát ha ezt egyszer abba hagyják, és azt mondják, hogy gyerekek, nem ölünk többet, akkor tudományos kutatás. Tudományos kutatás, én mindig végignézem ezeket a Sea Shepherd-t, hogy próbálják megakadályozni, régen nagyon sok részt megnéztem. Hát egyszerűen addig megszerethetetlenek idézőjelesen. Nem nyilván kis túlzással, persze nem japán hétköznapi emberre gondolok, de amit csinálnak, az elképesztő. Még mindig. És nem érti, hogy ennek mi értelme van. Most azt mondják, hogy tudományos céllal, aztán felfüggesztik, újra mészárolják őket. Ez egy nagyon nem szép dolog tőlük, vagy kevésbé szerethető. Ezt én is így látom, nekem se szimpatikus ez a része, de azt tudni kell, hogy nagyon kismértékű dolog ez. Tehát a japánok 99%-a nem evett bálnahúst. Tehát a feleségem se soha életében nem evett. De létezik egy ilyen kis. De akkor kinek csinálják? Vagy kinek vágják le? Azt mondják, hogy a bálnahús fogyasztás Japánban, mint a 60% a japán lakosságnak eszik bálnahúst. Közben egyébként tényleg évről évre csökken azt olvasni, de mégis mészárolják őket. A feleséged nem jött így haza egyszer, hogy kóstoljuk meg az arany halhúst. Közben meg. Nem, ilyen ötlete nem volt. Viszont nem, ők viszont azon vannak kiakadva, hogy mi magyarok, hogy tudjuk megenni a nyuszit, amilyen aranyos kis állatka, kis szőrmag. Fokhagymával szoktuk mit csinálni. Ezt nem tudják feldolgozni. Igen, náluk, ez ilyen nagy dolognak számít, hogy mi eszünk nyulat például?
igen, igen, ők ezt a nyulat, meg hogy hallják, hogy van, aki eszik lovat is. Tehát kb. Annyira elterjedt a Japánban a bálnevés, mint nálunk mondjuk a nyúl vagy a lóhús, ilyen extrém dolog. Tehát van, aki eszi, de hát extrém. Van is náluk egy csoport, a Bunny Shepherd, ami azt a célt tűz ki magukra, hogy megvédi a nyulakat. Tehát ez komoly. Viszont nincs különbség egyébként, de tényleg abban igazad van, nem? Tehát most mi a nyulaka ugyanolyan, ebből a szempontból ugyanolyan barbár dolog. Hát az arra tenyésztett jószág, annyi különbség. Igen, talán van, annyi, az, hogy igen, azért az a bálna nem szólt. Igen, tehát hogy a bálna populáció viszont vészesen csökkent. Jó, mondd ezt a mezei nyulaknak, aki szerintem nem arra vannak tenyésztve. De igen, értesd meg ezt egy állattal, hogy ja, most a tenyésztettek, azok tenyésztve vannak, ebbe igazad van. Az arra tenyésztik, érted? A mezei nyúl meg szerintem annyi van, mint a csillag az égen, bálna meg kevés. Te sokat vagy kint Japánban egyébként, Nimrod? Hát mostanában nehezebben jutok ki, de idén is tervezünk kimenni. Igen, sok furcsaság van ott, nem? A bugyi automatáktól kezdve a tini lányokról lerángatott használt bugyi megvásárlásáig. Most nyilván nagyon felszínesen mondom én ezt a japán kultúrát. Leszűkítve a japán kultúra, de azért egy európai ember számára sok furcsaságot látni ott, nem? Igen, ez egyértelmű. Igen. Neked mi volt a legfurcsább, amivel találkoztál? Hát nekem negatív értelemben nem volt furcsa dolog, tehát én lehet, hogy biztos elfogult vagyok, mert mindig jó szemszögből látom őket, de én csak pozitív irányba csalódtam mindig. De a legnagyobb ilyen kulturális sok, ezt hallom sok tanítványunk is, aki kijut Japánba, hogy elképesztően diplomatikusan, kedvesen bánnak az emberrel. Például a rendőr is, hogyha bevisz a rendőrőrse, hogy elkövet valami bűncselekményt, akkor megkínálnak étellel, megkérdezik, hogy miben segíthetnek, annyira alkalmazkodott, még ők kérnek elnézést sokszor. De hogy kirabolsz egy bankot, elkapnak, bevisznek, és azt mondják, hogy mit parancsol, miben tudok segíteni? Hát olyan esetről hallottam, hogy volt, aki csalt, hogy vonatjegyet, rossz jegyet vett direkt, a legkisebb távra vette meg, és a legnagyobb távon utazott. És erre a rendőrök bevitték, és megkérdezték a végén, úgy, hogy megkínálták étellel, mondták, hogy aznak a kaja rá nem kellett költeni, stb. És a végén megkérdezték, hogy abban kiegyezhetnénk-e, az úgy jó-e, hogy mi azt vállaljuk, hogy véletlenül rossz jegyet adtunk önöknek, elnézést kérünk ezért, bocsánat, és visszavisszük önöket oda, hova szerettek volna menni ingyen, hogy ez így jó-e önöknek. Ki akarok költözni? Ez a hozzáállás. Én minden nap át akarok élni ilyen kulturális sokkat. Igen, vagy például a rendőröknek kötelező bizonyos mennyiségű pénzösszeget adni, ha kérsz kölcsöntől, mondod, hogy például nincs, elhagytad a pénztárcádat, haza szeretnél menni, a metróra adjanak jegyet, természetes, hogy adnak kölcsön, elkísérnek, segítenek. Igen, mert visszaadják, tudod, valószínűleg ez van, hogyha te japánként kölcsön kérsz valakitől pénzt, akkor az az első, hogy az másnap vissza fogod vinni. Az utcán ott megállítasz valakit, adják kölcsön. Szerintem adnak. Mert elveszítetted a pénztárcádat. Igen, tehát ott nem az van, hogy nyilván elveszítetted, kis menjél már innen. Eszébe se jut, hogy hazudik. Így nem? Van, tehát így más van, és másnap vissza fogja hozni. Én ezt hazafelé kipróbálom. Ez engem is nagyon megdöbbentett. Például áruházak előtt van olyan, hogy ingyen elvihető esernyő, tehát hogyha esik az eső, ott van az esernyő, hogy elvinyed, csak hozd vissza, légy szíves. És láttam olyat, hogy megy ki egy japán az zuhogó esőbe, és nem viszi az esernyőt. Mondom a feleségemnek, hogy ez miért van? Hát ott van az esernyő, csak elvinni. Azt mondta, hogy valószínűleg aznak nem tudja visszahozni, ezért inkább bőrigázik, mert a lelkiismerete nem engedi. Itt mi lenne kiraknak 10 darab esernyőt? Egy ember vinné el. Ezt láttál az esernyőt? Így átől elvinné az egészet. Egy méterrel arrébb, 500 forint az esernyő. 500-300 esernyőt, kiraknál 10 darab esernyőt, csak ezt látta. És kész. És soha többet nem lenne az áruháznak egy darab esernyője se. Semmi. Igen, és a sarkon már árulnánk. Hát picit más a mentalitás azért ezt így halva. Igen. Érdekes. Jól van, köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk. Nagyon szívesen, én is köszönöm. Köszönjük, csáó, jó munkát neked, hello. Ez itt a Best of Morning Show. 110 millió forint értékű hajfestékkel bukott le két portugál csempész. Hát a történet az rettenetesen szeretni való. Én ezt az egész drogcsempészetet egyébként nem nagyon értem. Sok kérdés van, ugye ez a Liszt Ferenc repülőtéren történt, és kiderült, hogy ezekben a hajfestékes kis tasakokban természetesen drog volt. 82 hajfestéses tasakba közel 7,5 kg kokain került. Óriási a sztori. Óriási a történet, ugye elkapták őket, és kiderült, hogy portugál csempészekről van szó. Nagyon sok a kérdés.
hogy ha én szeretnék csempészni, tényleg, ha így életcélom lenne, hogy egy nagyobb összeget így bezsebeljek ezzel, gyerekek, eszébe jutna bárkinek is, mi a francot keres nála 82 darab hajfestékes zacsit? Hát ha nem fotrásznak álcázod akkor magad. Akkor se viszel. 82-t nem viszel sehova. Tehát ki az a hülye, aki abba teszi bele? Hát vámosként az az első 82 darab hajfesték ez zacskó. Hát persze, hogy megnézem. Kiveszel egyet, oké. Okay. Kiveszel kettőt, oké. Okay. Veszel ötöt. Mert ötöt rendben van. De ránézel a csajhajája, úgy lehet, tényleg lenőtt. Jó, lenőtt egy kicsit megérte. Az úr halánték. Igen. Jöttek a portugálok hajat festeni Magyarországra. 82, hogy? De 82 hajfestékes tasakban. Gondolom, hogy arra gondoltak, hogy nem állítják meg őket. Tehát a tasak az már nem olyan volt, mint egy dupla falu bőrönd, ahol ugye el kellett rejteni, hanem ők arra gondoltak, hogy ők átmennek a zöld folyosón, ahol semmit nem kell elvámolni, és az csak magát szállította. Én nem hiszem. Hát a kereskedelmi mennyiség a 82 zacskó, érted? Tehát, hogy ráadásul az átvilágításnál azért feltűnik, hogy ott vannak ők, mindegyik egyforma méretű, egyforma kiszerelésű tasok, tehát hogy akkor ránéz az ember a monitorra, akkor azt látja, hogy hát gyanús. Igen, tehát 82 akármilyen termék, az szerintem kereskedelmi mennyiség. Tehát neked nincs szükséged Portugáliából a kéthetes nyaralásod alatt itt 82 darab. Nincs. Hát ki tudja, hogy ott milyenek a hajfesték. Meg lehet, hogy minden festesz, és egy hosszabb tartózkodás. Tehát szerintem az a leg egyszerűbben lebuktatható rész, hogy valamiből 82-t vinni, az baromság. Én azt sem értem egyébként, hogy van az, hogy ők gyanúsan viselkednek. Tehát most leszállsz a repülőn. Aha. Oda kell állni, és meg kell várni a csomagodat. Már ott gyanús? De mitől leszel gyanús, ha te odaállsz, és ha nem vagy teljesen hülye, és nem kezdesz el fészkelődni, akkor mit csinálsz? Kisétált az ajtón, odaállsz a futószalag mellé, és vársz. -3-ba szakad róluk a víz. Izzad? Izzad, körül, állandóan körülnéz, nézeget, hogy jönnek-e. Szerintem így. Hát de alapvető... igazgatja a szemüvegé. Na de alapvető szabály, ha csempészel, hogy ilyet nem csinálsz. Na jó, de hát lehet, hogy nem voltak rutinos csempészek. Alapvető szabály, hogy ha hazudunk, akkor nem piszkáljuk az orrunkat. Mégis. Mindenki ezt csinálja. Hát persze. Ezt azt mondod valakinek, hogy aztán a világért sem izzadjál majd ott a vámnál. Igen. Ja jó, akkor nem izzadok. Most, hogy mondtad, akkor nem izzadok, ne és nem is izgulok. Ne állj egyik lábadról a másikra. Ezeket a klasszikus dolgokat nyomhatják, hát hogy biztos. Hogy toporognak, izzadnak, és mit tudom én, vakaróznak? Mit nézel körbe, jár állandóan a szemet. Tehát szerintem egy jó navos, egy jó megfigyelő. És biztos, csak az van. Úgy csak az van, tisztelte, szeretettek. Én nem ismerek rossz naposat. Kívánok, jó reggelt. Hogy szerintem munkát. Vannak ilyen megfigyelők, akik kamerán keresztül nézik az ember. Szerintem neki már az elég, hogyha mondjuk így jobb, nem is mozgatod a fejed, meg sem mozdulsz, a jobbra-balra a szemedet így jártatod. Szerintem az elég. Mi nem küldenek valakit terelésnek? Egy olyan embert, aki mindentől izgul. Vagy pedig olyat, akinek azt mondják, hogy van valami a táskájából, valójában nincs. Hogy menne egy portugál, aki terel, és nagyon izzad, nagyon vakarózik, és menne két nagyon profi. Így van. Aha, egy előterelő, és akkor ketten meg átütsz a szumát. Vagy mondjuk 10-15-en előtte 80 darab igazi fajfestékkel. És már mindenkit meg. Sazzák, hogy jó, ezt már nem pakoljuk ki. Ezt már nem pakoljuk ki. Büdös francba, takarodjatok a hajfestéketekkel. Hát a... Nem. Azt mondja, hogy Brazíliából jött volna a kokain Dubájt érintve Magyarországra. Még lehet azért fészkelődtek, ha ennyit utaztak, én is fészkelődnék. Jó kis terelés. Igen, azért lenne... Brazília, Dubáj, Magyarország. Izland, Mongólia, Törökország. Kicsit a dolgot körbe utaztatták. Így Izlandnál elvesztik a nyomunkat. De tényleg. Én nem tudom, hogy hova tenném egyébként. Én azt sem értem, hogy miért kell, amikor valahova repülsz, és viszel tápszert, azt abba bele kell innod. Na hát az... Abból mi derül ki? Hogy mi... nem méreg. De ha nem halok meg egyből, az kinézi utána 3 perc, hogy mi történik. Tehát például én kábítószert viszek, mert az ugyanúgy néz ki, mint mondjuk a baba tápszerben a por. Ugye van ez a por alapú tápszer. És azt mondja, igyak bele, én ott beleiszom, attól még nem derül ki, hogy én utána 5 perc, mondjuk többet tépek, vagy nem tépek be. Látja, hogy beleittem, és semmi bajom nem lesz. Az mi célt szolgálna? Veledetettek meg ilyen bébi tápszert? Persze, mikor mentünk Somával. A sajátotokat? Nem, a bele kellett, innom a békacicsiba. Ebbe sincs, látja. Nekem volt ilyen nyek, és én ezt nem iszom meg. Hopp, tudod, egyből gyanús lettem, hogy hülye vagy, tudod, van német összegek. Ittál már ilyet, hát mondom, ez szörnyű, ráadásul anyate, és akkor tudod, mondtam, és akkor hajrá. Ne. És akkor megvárta. Azt az undort, tudod. Még van, még egy kicsit. Még egy kortyot. De mi lesz azzal? Mi derül ki számára? Hát, hogy meg mered inni, mert lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ha kábítószer van benne például. Akkor nem mered meginni? Akkor, hogy nem meri, igen. Aha. Bár egy profi kábítószer csempész nyilván tudja, és hogy mennyi. És hogyha laktózérzékeny vagy? Hát a kábítószer, az nem tudom, hogy... Na jó, de hát akkor sem mered meginni a tejet, érted? Mert most te laktózérzékeny vagy, a gyerek nem.
Igen, port viszek. Ugye port mi port viszünk, nem igen. Keverted össze, csak vitted külön a port. Na most abba így belemártod. 6 kiló port ettem már. Belerakod az ujjadat, és megnyalod, akkor ha az kábítószer, mennyi idő múlva üt ki? Vagy Feri, ki üt ne haragudj, a kérdésed is már olyan hát tudom, szinten, hogy sokat olvastál a témáról. Olyan szinten egy megrázó, és egyszerűen már a felvetés se értem, hogy hát is értem, hogy honnan tudhatnám. A iránt a téma iránt, mennyire. Ne viccelj, hát kérdezd meg, hogy hogy kell narancslevet csinálni a gyereknek, tudom, de hogyha te belenyolsz egy kábítószerbe, hát mennyi idő után, hát mit tudom én? Hát szörnyű a felvetés is, hát honnan tudjam? Hát, azt nyilván ott megmutatják. Két-három perc múlva zsibbadni kezd az inyek. Na, ez az. Nem tudom egyébként. És ha bankkártyával így megaprítom, akkor... Tényleg, azt nem értem, de nyilván megkérdezik, mert fejük, ami drága, mélyen tisztelt, nagyon tehetséges, nagyon jól nyilatkozó, nagyon kedves, nagyon aranyos Schuller Attilánkat, hogy azért arra kíváncsi lennék, hogy ilyenkor nem érkezik-e meg egy bőröndben, egy vérprofival, egy brutálisan a vámosokat jól átjátszó emberrel 150 kiló úgy, hogy valaki kihúzza. Tehát nekem amikor ilyen nyomorúságos 7 kilót találnak, aminek még 110 millió az összértéke, mindig arra gondolok, hogy megnézték Juan Carlos-t, aki egyébként, amíg a vámosok nézték a 60 darab falfestéket. 80 kilót. Vagy hajfestéket, 80 kilóval teljesen sima arccal átsétált, mert nekem ez mindig gyanús. Jó, mondjuk 7 kiló, tudod, jött a két hülye. Tegye fel a futószalagra, legyen szíves a bőröndöt, és 150 kiló. Érted, tehát, hogy azért ott biztos feltűnő lenne, nem? Az mondjuk igen. Elegyezés, hogy emelje meg a csomagját, igen. És kijön egy ilyen fekete laci méretű ember. De nem lehet, hogy mindig átsétál egy profi ilyenkor. Hogy jön a két palimadár, 500 eurót adunk neked, gyere át a magyar határon Portugáliából, persze, elvállalom 7 kilóval, és közben mellette egy kicsi apró kis brazil, tudod, szalmakalapba, Hawaii-ingbe, a leglazább, a strandpapucsba, tudod. A mondjuk, igen, ez kicsit én elragadtam magam. Egy légycsapóval a kezében. Picit fura lenne. Tudod, átsétál mondjuk 70 kiló kokainnal, ez nem lehet? Mert itt nekem mindig ez az érzetem. Várjál, összegezzük, tehát akkor azt mondja, hogy tehát januárban, a mínusz 3 fok a strandpapucsban, szalmakalapban, szípkás cigarettával, 70 kiló kokainnal, légycsapóval, kis brazil. Jaj, szerintem, nem feltűnő. Ha az én elvemet követnék, ha én csempésznék, én a légy minél feltűnőbb elvet követném. Igen. Szerintem nem szednek ki. Szent meggyőződésem, ott egy hatalmas szalmakalapba, szombréróba, Hawaii-be, légycsapóval, térdgatyába, szalmakalapba, nagyon... És ha nem kapsz elég figyelmet, akkor vissza magadod egy kötkürtöt. Nagyon napbanyított, nagyon lazán átsétálsz, és szerintem jobban kiszedik a remegő, izzadó, félbolond idiótát, tudod, aki 2 kilótól leizzad. Én meg úgy átsétálok a 20 kilóval, mint a 20-as. A strandpapucs azért nem gyanús, mert ahonnan jön, ott viszont meleg. Ja, tényleg. Érted? Ezek szerint, mit tudom én, például jönnek, mit tudom én, izék, Izlandról, akkor ott meg egy prémes ilyen izébe, ilyen kapucnikában, iszonyatos nagy brém kabátban, meg hótalpakon, meg... Igen. Na, megkérdezzük, hogy hogy van ez. Itt a Schuller Attila a NAV-tól, mint a lezredes Vámbi és Ővedéki szóvívő. Attila, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, jó régi barátom! Oh. Így van. Hogy vagy, Attila, jól vagy? Soha jobban, hogyha veletek beszélgethetek. Na, de jó. Ezt akartuk hallani. Levegőbe csaptál tegnap? Itt a hajfestéges történetnél? Hogy vagytok rohadékok? Vagy nálatok nincs ilyen? Ez az igazság, hogy ez a rendőrség felderítése volt. Ja. Na. A konkrét ügyről így nem tudok beszámolni. Több szakmai kérdést is fölt ez, maga ez az ügy. De egyébként nagyon jókat mondtatok itt az elején, hiszen az is gyanús egyébként, ahogy a tanúban mondták, hogy ami nem gyanús. Tehát, hogyha te jönnél a hatalmas szombréróval strandpapucsba, akkor az is feltűnő lenne. Igen? Kiszednétek? Valószínű igen, illetve az is előfordult már többször, hogy kisebb mennyiséggel próbálták a vámosok figyelmét elterelni, hogy utána egy nagyobb mennyiség átjöhessen, de ha megfigyelitek a határátkelőjeken, amikor van egy vizsgálat, akkor és ha találnak valamit a kollégák, akkor rögtön elviszik az utast, vagy határátkelőjén a gépkocsit félreállítják, hogy úgynevezett másodlagos vizsgálatra, de és utána folyik tovább a többi utasnak a vizsgálata. Tehát nincs az, hogy a vámosok eltűnnek akkor a zöld folyosóra, és akkor mindenki szabadon jöhet-mehet, hanem maradott vámos továbbra is. Tehát aki végzi a konkrét vizsgálatot, azt máshol végzik el. Nagyon ravaszak vagytok. Úgyhogy rendes vizsgálatok vannak, illetve az is
a Lisszabon nemzetközi repülőtéren megvalósult, hogy az utasokat egy irodából tudják figyelni a kollégák, lesötétített üveg mögül, tehát már ott lehet látni az utasokon, hogyha valaki gyanúsan viselkedik, ideges, és miközben vár a csomagjára, tehát már ott ki tudják szúrni. Tehát az az álláspontotok, hogy mindenki gyanús. Aki nem gyanús, az is gyanús. Az is gyanús, aki nem gyanús, és az is gyanús, aki gyanús, mindenki gyanús. Azért vannak azok a tünetek, amiket ti is nagyon jól felsoroltatok, hogy izzad, idegesen viselkedik, nézelődik, vagy az is gyanús esetleg, hogyha oda megy és a vámostól kér információt, hogy hogy jut el a városba például, tehát ez sem életszerű, és ez mind-mind olyan apró momentum, ami gyanút kelthet, így van. Jó napot kívánok, elnézést! Figyeld. Csak szeretném, hogy egy reptéri taxit, hopp, uram, szokkor szépen menjen félre. Elnézést, mennyi az ide? Hát, vigyétek! Egyébként vannak nagyon jó kártyakereső kutyáink is, amiről múltkor ti is beszámoltatok, hogy külföldön egy repülőtéren voltak a passzív kutyák, amik ott mászkálnak az utasok között. Igen. És hogyha valaki nézik a kábítószert, akkor leül mellette és így jelzi a hatóság munkatársaiak, hogy ott bizony valami történt. És itt a Liszt Ferenc repülőtéren is vannak ilyen kutyáink, illetve vannak olyan eszközeink, amelyekkel nagy hatékonysággal tudjuk kiszűrni, ha valaki kapcsolatba került kábítószerrel. Hát ezt tudjuk, hogy ez milyen Johannesburgban, míg vártuk a csomagunkat a Janival, két ilyen kereső kutya egy méterre a csomagunkat, ott nagyon szimatolt, az kettő méterre tőlünk leült, engem konkrétan levert a víz. Igen. Tehát azt mondom, Jani, innen sehol nem. Hello, ugye nem tette, ugye vigyáztunk a csomagunkra. Én pedig vádalkut ajánlottam nekik, hogy feladom Balázs. Jani azon a tárgyalni kezdett. És ilyenkor csak reménykedni lehet, hogy a kolbászt érzi a csomagból, nem a kábítószert. Itt a Liszt Ferenc repülőtéren a rendőrök hol szúrták ki őket? Mert előbb találkozik az ember vámosokkal, mint rendőrökkel. Hol voltak nem, a rendőrök? Fordítva történik, tehát először van az útlevélvizsgálat. Ja, és ott szúrták már ki őket. Valószínűleg igen, és akkor utána jön a vámvizsgálat. Tehát a vámvizsgálat az utolsó, tehát amikor megvolt a vámvizsgálat, akkor te már késődtél utána az öt folyosóra, és ott vagy az utasváróba. Nagyon balekok kellettek, hogy legyenek, mert azért tényleg átmenni kapun, hogy odadod az útlevelet, beállsz a sorba, egy szót se szólsz, már ott idegesek voltak, meg ott eljátszották, hogy hello, uram, kicsoda, haj, nem ismerjük, egy hülye én vagyok, azt tudod. Ha már ezt ott elszúrták, azért nem lehettek nagyon profik. Arról nektek van bármilyen kimutatásotok, hogy egyébként mely testüregek a legnépszerűbbek, vagy milyen rejtek helyek, vagy hova rejtik, már vagy a milyen csempészésben. Ugye, úgy értem, így van, nyilván. Vagy milyen furcsa találások voltak már? Tehát, hogy tényleg, hogy hova, a leleményességre vagyok kíváncsi, hogy mennyi eszük van ezeknek a csempészeknek, hogy hova rejtik ezeket a kábítószereket. Aztán a privát top listáról is beszélek természetesen. Hova rejtik a tasakokat? Mondj egy-két kedvenc helyet. Tehát a kábítószernyelő az ugye klasszikus eset, és a Liszt Ferenc reptéren 12 esetben volt utasforgalomban kábítószer fejlítés, ez nem mind, ami a testében volt, hanem volt, hogy a csomagban volt elrendve a bőrönbe, de a kábítószernyelők között, ami számomra döbbenetes, az a csúcs, amit itt fogtak a kollégák, az 113 darab kapszula volt, és egy kapszulát úgy kell elképzelni, hogy 5 cm x 2 cm, tehát... Ez igen, erről már beszéltünk, óriási, hogy azért az necces azért azt lenyelni, tehát ott egy nagyát kell mondani. Igen. Azért sok vízzel. Nagyon sok vízzel kell leöblíteni, igen. Hallani olyanokról, hogy a ruhákat is átitatják kokainnal? Ez egy bevett szokás? Pontosan, ez is itt történt a Liszt Ferenc repülőtéren. Az postaforgalomban volt, hogy gyerekruhákat küldtek Dél-Amerikából, és a gyerekruha át volt itatva folyékony kokainnal, hiszen a dél-amerikai kábítószertermelő országokban ez bevett gyakorlat, hogy folyékonyá alakítják a kábítószert, azt átitatják különféle ruhanemükkel, például vagy volt, hogy szőnyegbe is, és azt próbálják meg bejuttatni más országokba. Tehát ilyen is előfordul, de erre van az a berendezésünk, ami egy egyszerű teszttel, egy lapot hozzáérintenek bármilyen tárgyhoz. Jaj, tudom, mindig a hideg lever, tudom. Igen. Így van, és akkor azt kimutatja. Egyébként személyes tapasztalatom is volt ezzel. Volt egy sajtótájékoztatónk, ahol megfogtam azt a dobozt, amiben elrejtették a kollégák a kábítószert, amit utána a kutya megtalált, és aztán az én kezemről vettek mintát, és kimutatta, hogy kapcsolatba kerültem vele. Tehát annyi kevés kábítószert is kimutat. De mit csinál? Kicsavarják a ruhát, és akkor megvan a cucc. Tehát kioldják belőle, és utána visszaalakítják. Gondolom, porrát. Egyszerekkel valahogy kioldják, és visszaalakítják. Tehát ez már ilyen vegyi dolog. Én kémiából kettes voltam, tehát ebben nem igazán mennék most bele, hogy mit csinálnak vele. Mondjuk Attila, nem akarok legyen tippeket adni, nem tudom, feltűnt neked is, mert nekem feltűnt, hogy Balázs már másodszorra mondta azt, hogy engem attól is kiver a víz, hogy kiveri a víz egyébként. Jó, hogy mondtad, hogy legközelebb, ha jöttük, mindentől kiveri a víz. Most már én sem fogok. Nem, ez úgy van általában, hogy tudod, utazol valamit, ami Londonban vagy, és ugye átmész ezen az ellenőrző részén, na, és ott átmegy egy a kapun. Na, engem már attól kiver a víz, hogy fehér kesztyűbe jön, félreveszi a kis hátizsákodat, félreteszi, és hozza tényleg ezt a vékony papírlapot, amit így végig görget a táskádon, és a papírlapot utána berakja egy ilyen kicsi elemzőgépbe, rácsukja a kapu, rácsukja a tetőt, és vár. És fél perc múlva nagyon furcsán rád néz, tudod.
És te már ott és aztán mosolyog egyet és visszaadja, de közben leizzadsz. És ez nálunk is van akkor. Így van, ez itt is működik. Ajjajjaj, már meg ne romlott ez a hol. Az a pillanat egyébként, amikor belenéznek valakibe, az hogy zajlik, hogy Józsi, gyere már neked, jobb a szemed? Vagy, tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy ott letolatják a nadrágját, vagy ott ül egy doki, aki fog egy tölcsért, és akkor abba belevilágít, vagy, tehát ez hogy van? Vagy a kollégákat erre ki kell nézni, hogy igen, jön, nem tudom, Jürgen Németországból, letolja a nadrágját, gumikeszi csattan, és akkor Józsikám, te vagy a szerencsés. Jut eszembe az a jókezű ezredes, meg van még, akivel én találkoztam. Vagy van a fiú között egy kőpapírolló, hogy egy, kettő, három papír, te vagy! Hát tényleg ez hogy van? Kizárólag azokat a kollégákat alkalmazok, akiknek vésli ujjai vannak, de nem a visszat félretére, tehát ott nem vizsgáljuk, tehát nincs ott orvos a reptéren, viszont tudjuk azt, hogy tehát látszik az utason, hogy ideges, illetve olyan országból jön, ami a csempészet szempontjából kiemelkedő. Ilyenek például a dél-amerikai országok, vagy az európai elosztó országokból, Hollandia ilyen. Tehát honnan érkezik az utas, akkor azokat fokozottan figyeljük, és hogyha látszik rajta egy ideges izzad, akkor, és azt gondolják a kollégák, hogy egy orvos vizsgálat esetleg szükséges, akkor nem ott a helyszínen vizsgálják meg, nem néznek ott bele, hanem elviszik orvosi vizsgálatra. De természetesen van gumikesztyű végetlenül a repülőtéren, amit a csomagvizsgálatnál használnak. Tehát ott nincsen, hogy nem áll már megint harmadszor, én kiabál fel Józsi a szobából. Végre én! Vagy mondja, végre én, de jó, végre én, igen. Viszont a ruházatot azt átvizsgálják, tehát levetkőztethetik az utast, persze elviszik egy külön irodába, és azonos nemű kollégának kell végezni, tehát levetkőztethetik, és átvizsgálhatják a teljes ruházatot, de a CT vizsgálatokat azt persze a kórházba végzik. Mm-hmm. Csak azt akarok kérdezni, hogy a gumikesztyűk azok, ezek a normál tízujjasak, vagy van a kinyenceknek két ujjasak? Ahogy az ügyfél szeretnék. Ez miért van, hogy amikor az ember például tápszert visz, akkor abba bele kell inni, vagy meg kell enni, ha porral a halmaz állapotú a dolog, és akkor ott megvárják. Hát a bármilyen kábítószer az nem ott hat egyből, hanem mondjuk 10 perc múlva, nem? Ebből mire lehet következtetni? Ez a reptérbiztonságnál van, amiről te beszélsz. Igen. Nálunk minden esetben kábítószertesztet végzünk. Tehát, hogyha van egy csomag, és abban van valami gyanús folyadék vagy por, akkor nem úgy történik, hogy bele kell nyalni, vagy. És mi, hogyha ciánt szállít valaki? Ja, hogy mondjuk robbanószer lehet, vagy méreg, és ezért nyalatnak bele, hogy nehogy mondjuk hát, méreg legyen. Nem tudom, mi kábítószertesztet végzünk, az biztos, tehát nem nyalogattatjuk senkivel a anyatejet, a tápszert, a tisztítószert, semmit. Tehát nincs olyan, hogy Feri hoz be egy hatalmas pármai sonkát, és megetetek vele a felét, hogy biztos, hogy ez nem az. Még egy hadonát, Rákóczi út. Ilyenkor a rendőrség a dubai kollégáknak átszól, hogy gyerekek, a Brazíliából jöttetek, rajtatok hogy jutottak át? Mert azért itt egy hallgató, és jós a felvetés, hogy Dubajon átjutottak. Tehát annyira mégse voltak amatőrök, ha Brazíliából jöttek. Nem? Dubajban tranzit területen voltak. Tehát ott nem volt semmilyen vizsgálat, leszálltak a repülőre, átszálltak egy másikra, a tranziton maradtak. Persze ott is kiszűrhetik őket, de a vámvizsgálat az mindig akkor van, amikor belépsz egy közösség például most az Európai Unió területére. Igen, tényleg, hát ott tranzit. Hogy máshova. Védi a kollégákat, látod, ezt a nemzetköziség. Hogy összezártok mi? Ez önmagában nem egy nagy fogás egyébként, nem ez a 7,5 kiló, tehát ennél azért nagyobb mennyiségek szoktak lenni. Ez egy ilyen amatőr mennyiség, ha lehet így mondani, ettől nem? Ettől még Balázs se izzad legyen. Nem mindig van nála. Igen, vannak közszereplők, akik egy ilyen hétvégén elfogy. Csak a bal orrlyukában van ennyi most. Voltam én már olyan buliban, olyan közszereplők voltak, hogy ez egy péntek esti adag volt, úgyhogy mondom. Hóben. Szörnyű fertő. Tehát ha a kokain nézzük, akkor ez nagy fogás, hiszen nem tudom mennyi egy adag, amit felszippantanak egy alkalommal, tehát ez sokáig elég lett volna. Viszont a röszkei, illetve a tompai pénzügyőröknek volt ilyen több száz kilós, 300 és 600 kilós, mondjuk az marihuána volt, és ott is volt olyan, hogy az ajtóba volt elrejtve a marihuána, mint szigetelés, úgy próbálták meg áthozni, de mivel minden kamiont röntgennel átvilágítunk, ez tehát itt nagy a lebukás veszélye. Kemény. És egyébként ezeket a lefoglalt mennyiségeket... Nem szívjuk el. Nem, csak kérdezem. Nem, a Jani arra akar kiukadni, hogy kedvezményes áron. Vagy valami, hát nem neki sor a költségeitek, hát érted. Állammegóvás, Feri egy-kettő, vagy valami. Nem, ezeket megsemmisítik minden esetben, tehát ez nem került semmilyen fiat. Minden munkat. De várj, az égetésnél legalább ott lehet lenni. Mosolygós munkatársak megsemmisítik, igen. Már hiszem is! Az, hogy hol égetik el, az viszont titok. Igen? Aha. Igen, tehát azt nem tudhatjuk. Nem múlhat.
Zoltán reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Aki szokott panaszkönyvet kérni, aki szokott beírogatni, aki kicsit úgy érzi, hogy őt nem lophatják meg egy étteremben, nem csalhatnak, és nem lehet rossz az étterem főztje, és szeret panaszkönyvet figyelni, az imádni fogja, szeret panaszkönyvet kikérni és beleírni, az imádni fogja a következő pár percet, mert hogy hát panaszkönyvekről beszélgetünk, és arról, hogy az ember egy étteremben milyen kifogást talál. Ugye többfajta vendégtípus van, van, aki direkt keres kifogást, hogy ne kelljen fizetni, van, aki csak szőrszálhasogató, van, aki pedig csak szerencsétlen, és mindig az ő lebbencs levesében van a hajszál. Ugye van a szerencsétlen típus, aki hát tulajdonképpen nem akar reklamálni, de mindig rosszul jár. Lásd, Jani. Hát én nem egy reklamálós típus, de 10-ből 8 óra jót teszem, neked elszúrják, hajszál van benne, vega helyet, békönt tesznek rá. Tehát te nem tudsz egy helyen zökkenőmentesen megkajálni, úgyhogy ne érjen atrocitás. Miután ezt észrevesztem. Igen, miután én elfogyasztottam az ebédeti étterem, mindig érdemes megnézni a tányéromnak a szélét, hogy mi van ott. Ki oda. Igen, néhány amalgántömés. Mint az indul a bakterházba. Legyek cipőfűző. Igen, legyek cipőfűző. Üveggolyók és egy kisebb könyvek. De ne panaszkönyvig te nem jutsz el, vagy szoktál írni? Nem, ez figyelj, ez szerintem bármilyen étterembe mész, ez azért időnként így benne van a pakliba, hogy mit tudom én, egy hajszál. Egy hát szőszál, időnként benne, na de ami nálad van. Ja, de hogy hülye vagyok, hát te nem panaszkönyves vagy, te levelet írsz otthonról. Ugye? Hát persze, hát idő kell hozzá, megérted. Mit feldolgozod? Meg otthon van F7-es gomb. Igen, nem tudom, hogy, de egy internetes lap összegyűjtötte a legnépszerűbb, legemlékezetesebb éttermi panaszkönyv beírásokat. Hát ez egy érdekes dolog, ugye, hogy ezt most kikérték, vagy körbejárták, vagy bekérték a panaszkönyvet, nem tudom. Minden esetre összeszedték azt, hogy milyen vicces beírások voltak már panaszkönyvekben, és ki mit írt be, ki mire fogta, ha nem akarja kifizetni a számlát. Nézi ezt valaki? A panaszkönyvet? Ez elvileg bekérik ellenőrzésre a panaszkönyvet. Elméletileg a tulaj vagy a vezető is illene megnézze ezt a dolgot, de az igazi veszélyforrás az az, hogy a hivatal jön és az néz bele. Bizonyám, tehát az vagy bekérik, vagy belenéznek, ugye? Hogy azt, ha beírásod van, azt be kell küldeni. Talán így van, és akkor neked, tehát az neked, mint étterem a rossz. Ha én azt szoktam mondani, hogy már odáig, tehát ha nem tudod kezelni a vendég nyűgét, baját, ami vagy jogos, vagy nem, és odáig eljut, hogy panaszkönyv van, az már tényleg nagy baj. Igen. Tehát, hogy ezeket lehet azért, meg lehet dumálni. Mondjuk, ha nálatok, mondjuk Balázs kikérni a panaszkönyvet, attól ne tartsatok, úgyse tudja elolvasni senki. Igen. Én ezeket a kérdőíveket se töltöm ki, egyrészt azért, mert rohadt rondán írok, de hogy egyszerűen nem. Szörnyű volt az ajánló voltunk hétvégén. Sok szempontból gyerekek élvezték, de nem volt erőm, hogy kitöltsem ezt a kérdőívet. De volt valaki a családban, aki viszont erre szentelt egy kis energiát, hogy valakire mindig számít. És ő gyöngybetűkkel ír. A jó az, csak ezt nekem kellett leadni a recepcióm. Próbáltam, hogy összehajtani, tudod, félbehajtani, ne nyissák ki, ne olvassák el. Kitépted az oldalt. Majd, ha már nem vagyunk ott, akkor elolvashatják egyébként, igen. De hogy nincs energiám. Én nem hiszek abban, hogy ettől jobb lesz. Kitöltesz egy ilyen szórólapot ott a hotelben, vagy bárhol, hogy most akkor elégedett, hogy a szolgáltatása, honnan hallottál, tényleg forró volt a húsleves, ráhúzott, hogy nem volt forró, jobb lesz. Könyörgöm, tehát azért írsz be, nálunk is volt ilyen vendég, aki mondta, hogy meleg a leves. Hát mondom, jó napot kívánok, így szoktuk adni. De érted? Csak azt mondta, hogy az gyümölcsleves, Feri. Nem az volt, hanem húsleves, érted? Tehát, hogy onnantól kezdve azzal nem tudsz mit csinálni. Én bízom azért benne, hogy ezeket tényleg elolvassák és megfogják a tanácsokat. Én azért szoktam ötleteket adni, hogy mi lehetne változtatni. Visszamész ellenőrzőn. De miért, benned miért van ez a nem is tudom, ilyen ez a... Tehát, hogy te ezt kicsit úgy élvezetek. Tessék, hogy benned van egy ilyen megrendszabályozási szándék. Igen, egyrészt a rosszat nem mész vissza, nem? Tehát rosszat, tehát nem mész vissza. Tehát most, mit érsz el azzal, ha belejössz? Kicsit kielégülsz tőle? Te kicsit kielégülsz, mert ezt szereted, én ezt észrevettem. Igen, mert azok a másfél percek, amik egyébként tehát amikor kell. Megkérdezik közösen, eszünk valahol János, és megkérdezik, hogy milyen volt, tudod, és már egy... Jaj, ne. 8 percen keresztül elemezzük a túrós táska és a túrós csúszának a tésztának a színét és a csúszásságát és a túrosságát és az állagát, hogy ezeket hogy van energiád. Igényes. Ugye, 4,5 percen keresztül beszélj lebbenslevesről. Igényes vendég. És én úgy szoktam szeretni, és én otthon úgy, és elmondod, hogy készíted. És ott már pincér is már látta, hogy már vakarózik, már izé a haja égnek áll, ezt úgy kell csinálni, és te kicsit előadod, hogy csinálják meg azt a leves. És amikor például elkezdik olvasni mondjuk ezeket a kis kérdőíveket, és látja, hogy valaki beírt oda, ahova az egyéb kategóriába, és elkezdi olvasni, hogy mit ír, azt mondja, hogy ezek a konditermi gépek már elavultak, és hogy a legújabb edzésmódszerek alapján leginkább a szabadsúlyos edzésre kéne csinálni, jó lenne, hogyha vennétek néhány erőkeretet is, különben ez a... Ki ez a hülye? És ezt beírod? Simán volt már ilyen.
Na, nézzünk egyet-kettőt, mit írnak. Az önök szakács, ez igaz, tehát ez nem kamu, ezt nem valaki kitalálta, ezek tényleg igazi panaszkönyvekből vannak. Az önök szakácsa túl ronda, és egyáltalán nem... Hát ez most miért? Figyelj, az önök szakácsa túl ronda, és egyáltalán nem olyan, mint Laci bácsi a tévéből. Merő szerintem szép. Magukat átvertek, kérem, a saját érdekükben vizsgálják ki az ügyet. Írja valaki, vagy írta valaki a panaszkönyvön. Halásztrét rendeltem, és spagetti volt benne, és még kenyeret sem adtak. Hát hülyék maguk. Nem spagetti, csak hosszú gyufanéztet. Ma már a harmadik étterembe jöttem be, hogy végre marha pörköltet egyek. De sehol nem akarnak adni nokedlit. Mindenhol csak galuska van. És azt akarják hazudni nekem a pincérek, hogy az ugyanaz. Hát az apjuk. És ez a mondat, érted a vége. Nagyon jó. Következő nagyon okos. A köretként felszolgált burgonya nem volt megpucolva. Rajta volt a héja. A húst azért megsütik? Kérdezi valaki, nyilván héjában sült burgonyát igen, kapott. Ugye nem tudta, nagyon, nem tudta nagyon hova tenni, igen. Ez mondjuk szellemes, de jó. Illetve nem szellemes, ez igaz. Tehát erre lehet, hogy én is beírni. A pincér leöntött egy korsó sörrel, utána meg rám borított egy tányérpaccal. Azt mondjuk, lehet, hogy nem vagy túl szerencsés, igen. Ma a férjemmel betértünk az önök éttermébe ebédelni, de a pincérek be vannak. Kérem a felszolgálás minőségének emelését. De milyen szép, látod? De milyen szép, csak ennyi, ő csak ennyit kér, hogy legyen egyen jobb. Tisztelt étteremvezető, tájékoztatnám, hogy az éttermében a mosdók állapota több, mint felháborító. Az ülőkék konkrétan le vannak kembe. Ral. Aha. Mind a négy fülkében. Végig mondjuk itt megértem, hogy beírt. Mondjuk erre lehet, hogy erre beírnék, igen. Húslevest kértem májgombóccal, a pincér meg hozott valami egy csészében. Szellemes nagyon. A pincértől kólát rendeltem, de ő véletlenül ananászlevet hozott. Allergiás vagyok az ananászra, ha valami bajom lesz tőle, perelni fogok. Tisztelt hölgyem, jött válasz. Választ elérni? Tisztelt hölgyem, a tévedésből elcserélt italt nagyon sajnáljuk, mindazonáltal nem értjük, hogy amennyiben valóban allergiás rá, miért itta meg? Válasz. Mert finom az íze, és szeretem. Jézusom. De jó egyébként tényleg, tehát hogy kérsz egy kólát, tudod, hogy allergiás az ananászod, de azért megiszod, ugye? Hogy azért ez így kemény. Ah. Távozáskor a felszolgálójuk indulatosan szólt hozzám, és megfenyegetett, hogy rendőrt hív. Igaz, hogy véletlenül elfelejtettem kifizetni a számlát, de akkor sem kéne így viselkedni. Na. Tényleg feláborító. Egyébként tényleg szemét dolog, igen. A pincérek bunkók, és szerintem fanször volt a rizsben. Azt mondjuk én se tudom soha eldönteni. Hogy ez mi? Hát azért az... Én arra próbálom fogni, hogy a hajszál, a rövid hajszál hőkezelés hatására összeugrik, és akkor lesz ilyen kis bongyorka. Akkor, igen? De akkor hasonlít. Hát legalábbis ezt próbálom mondani, ha valahol van benne. Ráadásul férfi. Tudod, végezhetően lehet volna írva. Illedelmesen megkértem a pincért, hogy nem lehetne csinálni egy kis grízes tésztát nekem, amire ő bement a konyhára, és még itt az étteremben is hallottam, ahogy röhögnek és gúnyolódnak rajtam. Nem mindenki gazdag ám. Jogos. Igen. Ő szeretett volna enni egy grízes tésztát, de nem kapta meg, igen. Nagyon jó, nagyon szellemes. Nem kéne feltenni az étlapra valami olyan kaját, amit szeretek? Az igényes, igen. Ez jó. A WC-ben nem volt WC-kefe, úgy hagytam. Ez egy neuralgikus pont, igen. Igen. A felszolgáló csajnak túl mély a dekoltázsa. Minden pasi őt nézi. Ez nem zavarja az étterem vezetését? Nyilván egy nő írta. Írja nekünk, igen. Vagy írta valaki a panaszkönyvben. Szerény dekoltázsa. Igen. Egyébként meg nem. Nem zavar. De ez tök jó, mert hogyha ugye az előbbire is válaszoltak, én is ennyit írtak volna, hogy nem, üdvözlettel az üzletvezető. Igen. A kis felszolgáló hölgy pofán öntött egy korsó sörrel, pedig csak azt mondtam neki, hogy szép kerek kája van. Felháborító. Hihetetlen, tényleg. Tényleg beírod. Felháborító, írja. Következő nagyon rövid, nagyon szellemes. Az étel hideg volt, a pincér meleg. Melyikkel van baj? Ja, még ez nagyon durva, Feri, ez remélem nem nálatok történt. A felszolgáló olyan részek, hogy a pulton fekszik, és hány. Nem, ott csak a tulajdonos szokott, tudod. Szerintem ki kéne neki hívni egy mentőt, mert már egy órája ott van, és felháborító, hogy minket meg nem szolgál ki senki. Azért ezt a krimót megnézném. Azért ez milyen elegáns helyben. De milyen fekszik nyugodt a vendég.
hogy vársz egy fekszik órát. Fekszik a pulton, mert rosszul van. És nem, nem mentőt hív, hanem beír a panaszkönyvbe, hogy szerinte ki kéne hívni a mentőt. Azért, amire nem gondolsz ilyenkor, az a panaszkönyv, nem? És hétvégén olvassák el, tudod. És még mindig ott és fekszik még mindig a csávó akkor. Igen. Akartam cigit venni, de maguk nem tartanak. A pincérek meg nem adnak a sajátjukból. Igaz... ez nagyon. Igazi vendégszeretet mondhatom, pedig kifizettem volna. De mit képzel? Nagyon jó. Pizzát szerettünk volna vacsorázni a családommal. De a pincér azt hajtogatja, hogy nekik nincs olyan az étlapon. Mi ezt értjük, de attól meg miért nem tudnak csinálni? Liszt meg víz az egész, nem? Na, meg is fejtette rögtön. Liszt meg víz az egész. Hát mennyire egyszerű? Mennyire egyszerű ezt csinálni? Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Na, te István vagyok Szolnokról. Kértél panaszkönyvet, vagy étterem tulajdonos vagy, és neked kértek? Mesélj! Nem, hála Istennek, nem vagyok étterem tulajdonos, nem lenne hozzá lelki erőm, de a legelső panaszkönyves élményemet azt el szeretném nektek mondani. Édesapámnak volt szülinapja egy jó pár évvel ezelőtt, és úgy döntöttem, hogy egy kicsit kimozdulva, Szolnoktól durván egy 50 kilométerre, nem akarom mondani a települést, van egy nagyon klassz kis betyárcsárda, amit úgy találtam a neten, és úgy gondoltam, hogy akkor menjünk el oda egy ilyen ünnepi vacsorára. És kis család kocsiba ült, elindultunk a sötét éjszakába, és megérkezve a vendéglőbe, viszonylag kevesen voltak, szépen nekivetköztünk, levettük kabátot, mindent, és gyönyörűen meg voltak már terítve előre az asztalok, kés, villa, mindenki volt téve, nem készülve, hanem általában minden asztal így meg volt terítve, hosszú lelógó abraszokkal, és amikor le akartunk ülni, kihúzva a székeket, az egyik széken egy irgalmatlan nagy ronda vörös macska szoptatta a kölykeit. Nagyon jó, de hol az asztal alatt? Nem, a széken, a széknek az ülőlapján egy nagy ronda, ilyen kopottőrű nagy ronda vörös macska két kölykét szoptatta. Úgyhogy hát így nagyon nem is ültünk neki a vacsorának. Miért? Hanem, de annyira ez nem durva, hogy készültetek? Hát nem, csak ugye abból kiindulva, hogy nem tudni, hogy még azok a macskák hol jártak. Ja igen, hogy hova ültek, föl, mihez értek igen, hozzá, igen. Igen, tehát nem biztos, hogy csak a szék lapjáig jutottak, hanem följebb is, úgyhogy hát ugye az étteremben azért nem szoktunk hozzá, hogy így macskákkal szoktunk találkozni. Úgyhogy így kikértük a panaszkönyvet, és ugye ami ebben egy kicsit még csavar a dologba, hogy akkor édesanyám pont a fogyasztóvédelemnél dolgozott, úgyhogy mi apuval kis sompolyogtunk az autóba, és hát anyu egy ilyen 20 perc után jött ki egy szakmai vita után a főnök úrral, és kitöltve a panaszkönyvet elhagytuk a helységet, úgyhogy még egy 50 kilométer után Szolnokon végül is meg tudtuk ünnepelni a szülinapot, de ez egy maradandó élményt okozott. De le a kalappal, hogy ilyenkor még van energiát, hogy ilyen panaszkönyvbe ír neki. Hát anyunak. Igen, anyunak. De hogy a pótlapot is kért. Ma írta magából a traumát, igen. Igen, hát az volt a gond, hogy már ugye annál az asztalnál így akkor vacsoráztak, tehát ezt nem mondták nekünk, mert akkor ugye másik asztalhoz ülünk, de meglepődtünk, hogy így már ott fogyasztanak. Igaz, hogy a kis macskák szoptak, de hát végül is volt fogyasztó vendég az asztalnál, úgyhogy azóta sem jártunk arra. Oké, köszi, hogy elmondtad. Ciao is. Én is köszönöm. Hello. Sziasztok. Hello. Én egy mobil szolgáltatónál dolgoztam nálunk, azért írtak a panaszkönyve, mert nem adtunk el buszjegyet. Hát ugye, ha arra van igény. Egy paraszt étteremben vacsiztunk, ahol így fogadtak minket. Szevasztok, parasztok, jöttetek zabálni? Így áll boszorka, hadd nőjön a csöcsöd. Nekünk nem volt gond. Tudtuk, hova jöttünk, de jöttek 60-70 év körüliek. Vártam, mikor kérik ki a panaszkönyvet. Ez Magyarországon van ilyen, mert a világban én már hallottam ilyet, hogy... Én már meg csak így miben, hogy hol van ez a helyen megyünk. Ezt nem lehet komolyan venni, nem lehet megsértődni, hát annyira szélsőség. Viszont a panaszkönyvben dicséret is írható, tudtátok? Az Obinál és a postán kifejezetten dicséretet írtam nekik, eredménye is volt, mert ők pénzjutalmat kaptak azért, hogy kerestek megoldást, és kedvesek voltak velem, Melinda Siófok. De jó. De ezt te honnan tudod, hogy ők kaptak? Ja, visszamentél a postára, és akkor mondták, hogy köszönjük szépen. Kedves Melinda, nem írna bele még valamit, mert hátra lesz vízú emelés. Bejött a nénik, és kérte a panaszkönyvet, mi egy pékség vagyunk, a pékség előtt volt egy kátyú, ő belement, és kár keletkezett a kocsi. Na, ja, ez tipikus, igen. Ügye. 60 percet vártam a szalonnás tojásra, kihozták félig nyercsen, a pincér úgy dobta elém, hogy kértem a panaszkönyvet, és beírtam, ha kicsit lassabb lenne a kiszolgálás, kikelt volna a csirke. Ezt kopasz küldte nekünk. Szóltam a pincérnek, hogy haj van a levesemben. Mire ő 550 ér, mit vártál? Parókát? Én nem írtam bele a panaszkönyvbe, egyszerűen beleragasztottam a rántott szeletet. Szép napot nektek, Bob!
A Bakonyban voltunk egy étteremben, kijött a pincér, rendeltünk, eltelt egy kis idő, majd visszajött és elmondta, elnézést kérek, de nem találom a szakácsot. Ezt Dóra. Hámely volt gond az étellel? Dóra küldte nekünk. Hisz nem volt. Egy siófoki étteremben kértünk 3 pizzát, a mellettünk lévő asztalnál egy kisebb lakodalom zajlott, nyilván velünk senki nem foglalkozott, 40 perc után hozza a pincér a pizzákat, nyújtottam a kezem a tányérért, erre a pincér vigyáz, tűzforró. Természetesen jéghideg volt a tányér. És egy pizza szélén ott volt ráégve a nejlon csomagolás. De szerintem a vigyázz tűzforró nagyon nagy képű duma. Jézus, szerintem az óriási. Az, abban van csibesség. Vigyázz tűzforró. Vigyázz, volt, tudod, most hoztad a mikróból, kiolvasztottad, vigyázz tűzforró. Egy légy volt a levesemben, szóltam a pincérnek, mire a válasz teljesen ártatlanul jó.